Makkabeusok első könyve Első fejezet Miután macedóniai fülöp fia Sándor kivonult Csettimből és legyőzte a perzsák és a médek királyát Dáriuszt, helyette először Hellászon uralkodott királyként. Sok hadjáratot vezetett, erődöket foglalt el és királyokat küldött halába. Egészen a föld határáig előre nyomult, és sok néptől szedett adót, az egész föld elnémult előtte. Erre szíve elbizakodottá vált, és gőggel telt el. Hatalmas sereget gyűjtött, és uralomra tetszert országok, népek és fejedelmek fölött, úgyhogy sorra adófizetői lettek. De aztán ágynak esett, és tudatára ébredt, hogy meg kell halnia. Maga elé idézte legfőbb embereit, akik velenőttek fel ifjúkoruktól fogva és még életében felosztotta köztük birodalmát. Sándor 12 esztendei uralkodás után meghalt. Szolgái vették át az uralmat kiki -ki a maga részén. Halála után mindannyian föltették a diadémot, s utánuk fiaik is sok éven át. Rengeteg bajt hoztak a földre. Istentelen sajfakat belőlük. Antiochus Epifanész, Antiochus királynak az egyik fia. Túsz volt Rómában, s a görög hatalom 137. esztendejében jutott uralomra. Azokban a napokban hite hagyottak, támadtak Izraelben. Sokak fejét telebeszélték javaslatukkal. Menjünk és kössünk szövetséget a körülöttünk élő népekkel, mert amióta elkülönültünk tőlük, rengeteg baj ér bennünket. Ez a javaslat tetszésre talált a népből néhányan készek voltak rá, hogy elmenjenek a királyhoz. Ez felhatalmazta őket, hogy pogány szokásokat vezessenek be. Pogány szokás szerint testgyakorló iskolát létesítettek Jeruzsálemben, újra növesztették előbőrüket, és elpártoltak a Szent Szövetségtől. Szövetségre léptek a pogányokkal, és arra adták magukat, hogy védkezzenek. Amikor Antiochus megszilárdította a birodalmat, arra gondolt, hogy Egyiptomra is kiterjeszti hatalmát, hogy így mindkét országon uralkodjék. Hatalmas sereggel, harci szekerekkel, elefántokkal és nagy hajóhaddal Egyiptomba vonult. Háborút indított Egyiptom királya Ptolemaus ellen. Ő maga megfutamodott előle és elmenekült, de sokan áldozatul estek. Meghódította Egyiptom megerősített városait és kifosztotta Egyiptom földjét. Miután Egyiptomot leigázta, Antiochus 143-ban visszatért és hatalmas sereggel Izrael és Jeruzsálem ellen vonult. Gőggel eltelve behatolt a szentébe, elvitte az illatáldozat bemutatására szolgáló aranyoltát, valamint a mécs tartót az összes felszereléssel együtt, továbbá az áldozati kenyér asztalát, az áldozati edényeket, tálakat, az aranyfüstölőket, a kárpitot, a koszorúkat, és a templom homlokzatáról az aranydíszeket. Mind leszette őket. Elrabolta az aranyat, ezüstöt, valamint a drága fölszereléseket. Elhurcolta a rejtett kincseket, amikre rátalált. Mindent összeszedett, és visszatért országába. De előbb vérfürdőt rendezett, és fenhiázó beszédeket tartott. Mély gyászborult Izraelre, minden tartományára. Siránkoztak a főemberek és a vének, a szüzek és az ifjak sorvadoztak, az asszonyok szépsége elenyészett. Aki vőlegény volt, mind gyászolt, s jajgatott szobájában ülve fájdalmában a mennyasszony. Megremegett a föld a lakói miatt. Jákob egész háza szégyenbe öltözött. Két év elteltével a király a mizaiak vezérét küldte Júda városaiba nagy sereggel érkezett Jeruzsálembe. Álnok módon békét ígért nekik, úgyhogy hittek benne. De váratlanul meglepte a várost, nagy csapást mért rá, és Izrael fiai közül sokakat lemészárolt. A várost kifosztotta, felgyújtotta, lerombolta a házakat és a várost körülvevő falakat. Az asszonyokat és a gyerekeket fogságba hurcolták, a nyájakat meg lefoglalták. Megerősítették Dávid városát magas és erős falakkal és hatalmas bástyákkal. Ezek váról szolgáltak nekik, istentelen népet és hitehagyott embereket telepítettek beléjük, ezek befészkelték oda magukat. Fegyvereket és élelmet hordtak oda, és ott raktározták el a Jeruzsálemben összeszedett zsákmányt. Így a bástyák hatalmas csapdává lettek, a Szenté számára leshelyé lettek. Izrael számára gonosz ellenséggé minden időre. A szenté körül ártatlan vért ontottak, megszentségtelenítették a szent helyet. Jeruzsálem lakói elmenekültek miattuk, így idegen népnek lett lakóhelye. Saját ivadékainak idegenné vált, gyermekeinek el kellett hagyniuk. Szentéje elhagyatott lett, mint a puszta. Ünnepei gyászra fordultak. Szombatjai gyalázattá váltak, becsülete helyébe megvetés lépett. Mint egykor dicsősége, akkora volt a szégyene, nagyság a szomorúságra változott. Akkor a király rendeletet bocsátott ki egész birodalmában. Minnyájan alkossanak egy népet, és hagyjanak fel szokásaikkal. A népek mind engedelmeskedtek a király parancsának. Sőt, még Izrael fiai közül is soknak megtetszettek ezek a szertartások, így áldozatot mutattak be a báványoknak és megszekték a szombatot. A király írásos utasításokat küldött Jeruzsálembe megbízottaival és Júda városaiba, hogy alkalmazkodjanak az idegen szokásokhoz. A templomban hagyjanak fel az égő, a véres és az italáldozattal, szegjék meg a szombatot és az ünnepeket. És szentségtelenítsék meg a szentét, és a szent dolgokat. Ugyanakkor emeljenek oltárokat, templomokat és kápolnákat a bálványoknak. Áldozzanak sertéseket és más tisztátalan állatokat. Hagyják fiaikat körülmetéletlenül, és szennyezzék be magukat mindenféle tisztátalan és szörnyű dologgal. Felejtsék el a törvényt, és tekintsék érvénytelennek a parancsokat. Annak, aki nem tette eleget a király parancsának, meg kellett halnia ilyen utasításokat adott az egész birodalomban, és felügyelőket rendelt minden nép fölé. Júda városainak parancsolta, városról városra, hogy mutassanak be áldozatot. A népből sokan csatlakoztak hozzájuk, mind akik elpártoltak a törvénytől. Gonosságot követtek el az országban, és arra kényszerítették Izrát, hogy mindenféle zugba rejtőzzék a 145. esztendő Kiszlév hónapjának 15. napján a király az égő áldozat oltárán szörnyű undokságot épített, és Izrael helységeiben mindenféle oltárokat emeltek. A házak kapuiban és a tereken tömjént áldoztak. A törvénykönyveket, ha fölfedezték, széttépték és tűzbe vetették. Ha valakinél megtalálták a szövetség könyvét, vagy ha valaki szem előtt tartotta a törvényt, a királyi rendelet értelmében halára ítélték. Ilyen rendelésekkel léptek fel Izrael ellen, mindazok ellen, akiket hónapról hónapra tetten értek a városokban. A hónap 25. napján áldozatot mutattak be az oltáron, amely az égő áldozatok oltára helyén állt azokat az asszonyokat, akik körülmetéltették gyermekeiket, megölték a parancs szerint. Gyermekeiket a nyakukba akasztották, ugyanúgy hozzátartozóikat, és azokat is halálba küldték, akik a körülmetélést végezték. De Izrael fiai közül sokan álhatatosak maradtak, és kitartottak amellett az elhatározásuk mellett, hogy semmi tisztátalant nem élveznek. Inkább meghalnak, semmint étellel, tisztátalanná tegyék magukat, és megszegék a Szent Szövetséget. Így vállalták a halált, súlyosan ránehezedett Izrára a szörnyű harag. Második fejezet Azokban a napokban lépett fel Mattatiás, János fia és Simeon unokája. Joarib fiai közül való pap volt Jeruzsálemben, de Modinban élt. Öt fia volt. János, melléknevén Gaddi, Simon melléknevén Tassi, Júdás, melléknevén Makkabeus, Eleázár melléknevén Auárán, és Jonatán, melléknevén Affusz. Amikor látta a Júdában és Jeruzsálemben végbemenő Isten káromlásokat, azt mondta, Jaj nekem, miért születtem? Azért, hogy lássam népem pusztulását és a szent város romjait és hogy tétlenül üljek, amikor kiszolgáltatják az ellenségnek. A szentély pedig idegenek hatalmában van. Temploma olyan volt, mint a meggyalázott férfi. Pompás fölszerelését elhurcolták zsákmányul. Az utcákon lekaszabolták a gyermekeket, az ifjak meg az ellenség kardélén húltak el. Hol van nép, amely ne uralkodott volna rajta? és ne szerzett volna tőle zsákmányt. Minden ékszerét elrabolták, aki egykor szabad volt rabszolga lett. Nézzétek szentélyünket, díszünket, dicsőségünket, hogy kifosztották. A pogányok megszentségtelenítették. Miért is élünk még? Mattatiás fiai megszaggatták ruhájukat, vezeklő ruhát öltöttek és gyászoltak. A király tisztviselői, akiknek elpártolásra kellett kényszeríteniük őket, modimba értek, hogy áldozati ünnepet rendezzenek. Izrából sokan elpártoltak hozzájuk. Mattatiás és fiai azonban összefogtak. Erre a király tisztviselői elkezdték, és így beszéltek Mattatiáshoz. Te tekintélyes és másokra is hatással levő vezető ember vagy ebben a városban, és fiaid, rokonait támogatnak. Lép hát elsőként elő, és teljesítsd a király parancsát, amint minden nép tette, és ahogy Júda férfiai, és a Jeruzsálemben maradottak is. Akkor fiaiddal együtt a király barátai közé számítasz majd. Megjutalmaznak aranyjal, ezüsttel és sok-sok ajándékkal, fiaiddal egyetemben. Mattatiás válaszolt is kemény hangon ezt mondta ha a király hatalma alá tartozó minden nép hallgat is rá, és mindenki elhagyja is atyái hitét, és eleget tesz az utasításainak. Én, a fiaim és a testvéreim atyáink szövetségéhez hülyen fogunk élni. Távol legyen tőlünk, hogy a törvénytől és a parancsoktól eltérjünk. Nem engedelmeskedünk a király rendeletének, és nem térünk el hitünktől sem jobbra, sem balra. Alig, hogy ezt kijelentette, Júda fiai közül előlépett az egyik, hogy mindenki szeme láttára áldozatot mutasson be a király parancsa szerint, a Modini oltáron. Ennek láttán Mattatiás fölindult, a legbenseje is beleremegett. Szent harag töltötte el, neki esett és leütötte az oltárnál. A király tisztviselőit is megölte, aki áldozat bemutatásra ösztökélte, majd lerombolta az oltárt. A törvényet szállt síkra, mint egykor Pinchas tette, Szalufia, Zimri ellenében. Azután Mattatiás hangosan felszólította a várost. Akiben még van búzgalom a törvény iránt, és hűségesen kitart a szövetség mellett, az kövessen. A fiaival együtt a hegyekbe menekült, mindenét otthagyta a városban. Akkoriban sok igazságot és jogot kereső ember vonult a pusztába, gyermekeivel, feleségével és nyájával együtt, hogy ott letelepedjék, mert a baj rájuk nehezedett. A király tisztviselőinek és a Dávid városában, Jeruzsálemben állomásozó csapatoknak jelentették, hogy néhány olyan ember, aki megszegte a király parancsát, a puszta barlangjaiba húzódott számosan nyomukba eredtek és utól is érték őket. Eléjük álltak, és szombati napon megtámadták őket. Oda szóltak nekik, most aztán elég legyen, gyertek elő, és tegyetek eleget a király parancsának. Akkor életben maradtok. De azt felelték, nem megyünk ki, és nem teljesítjük a király parancsát, és a szombatot sem szegjük meg. Erre nyomban megindították ellenük a támadást, de nem viszonozták, egyetlen követ sem dobtak rájuk, és a barlangokat sem torlaszolták el. Azt mondták, mi mindannyian tiszta lelki ismerettel akarunk meghalni. Tanunk az ég és a föld, hogy igazságtalanul öltök meg bennünket. Szombaton támadták meg őket, és így meghaltak feleségükkel, gyermekeikkel és nyájaikkal együtt, mint egy ezer ember. amikor Mattatiás és barátai ezt hírül vették, nagyon sajnálták őket, de aztán így szóltak egymáshoz. Ha mindannyian így tennénk, ahogy testvéreink tettek, és nem harcolnánk életünkért és törvényünkért a pogányok ellen, csak hamar eltűnnénk a föld színéről. És még aznap a következő határozatot hozták. Minden ember ellen, aki szombaton megtámad bennünket, fölvesszük a harcot nehogy mind meghalljunk, ahogy testvéreink meghaltak a barlangokban. Akkoriban csatlakozott hozzájuk egy asszideus csoport. Izráli bátor férfiak, törvényhez hű emberek. Azok is mind hozzájuk szegődtek, akik a szorongattatások elől menekültek. Erősítésül szolgáltak nekik. Így összeverődött egy sereg, és lesújtottak haragjukban a bűnösökre és neheztelésükben a hitehagyottakra. Akik megmaradtak, a pogányokhoz menekültek. Mattatiás és követői körbejártak, és lerombolták az oltárokat. Erőszakkal körülmetélték a még körülmetéletlen gyerekeket, akiket Izrael földjén találtak. Üldözték a felfúvalkodottakat, és vállalkozásuk sikerrel járt így megvédték a törvényt a pogányok és a királyok támadásaival szemben, és megakadályozták a bűnösök győzelmét. Amikor mattatiás napjai végükhöz közeledtek, így szólt fiaihoz. Most gőg és gyalázat uralkodik, a pusztulás és az ádász harag ideje van itt. Gyermekeim harcoljatok hát a törvényért, adjátok oda életeteket, atyáitok szövetségéért emlékezzetek atyáink tetteire, amelyeket a maguk idejében véghez vittek. Akkor nagy híretek lesz, és nevetek örökre fennmarad. Ábrahám nem a próbatételben bizonyult a -e hűségesnek, nem a szolgálta -e megigazulására. József nyomorúsága idején megtartotta a törvényt, és ura lett Egyiptomnak. Ős atyán Pinchas buzgalmáért az örök papság ígéretét kapta. Józsué betöltötte a törvényt, és Izrael bírája lett. Kálep tanúbizonyságot tett az egybegyültek előtt, és örökséget kapott az országban. Dávid jóságáért örök időkre örökölte a királyi széket. A törvény iránti buzgalmáért illést az égbe vitték. Hananya, Azárja, Misá hittek és kiszabadultak a lángokból. Dánielt ártatlansága megmentette az oroszlán torkából. Tudjátok meg ebből nemzedékről nemzedékre, hogy aki benne remél, nem csalatkozik. Ne féljetek hát a bűnös szavától, mert dicsősége csak sár és féreg martaléka. Ma még dicsőítik, holnap már letűnik, visszatér a porba tervei meghiúsulnak. Gyermekeim, legyetek férfiak, és tartsatok ki a törvényben, mert így juttok dicsőségre. Nézzétek a testvéreteket Simont, én tudom, hogy okos ember. Engedelmeskedjetek hát neki mindig. Ő legyen az atyátok. Júdás, a makkabeus, tele erővel ifjúkora óta. Ő legyen ezért seregetek vezére, és vezesse a népek elleni harcot gyűjjetek köré mindannyian, aki szem előtt tartjátok a törvényt, és álljatok szörnyű bosszút népetekért. Fizessetek vissza keményen a pogányoknak, és igazodjatok a törvény előírásaihoz. Aztán megáldotta őket, és megtért atyáihoz. A 146. esztendőben halt meg. Modinban atyái sírboltjába temették. Egész Izrael síratta mélységes gyászban. Harmadik fejezet. Helyébe fia a Makabeusnak nevezett júdás lépett. Mind támogatták a testvérei és atyának hívei. Örömmel harcba szálltak Izraelért. Hírt szerzett népének messze Földön, a páncélt óriásként viselte felöltötte fegyverzetét, úgy szállt harcba, oltalmazva kardjával a tábort. Tetteiben oroszlánhoz volt hasonló, zsákmányért bömbölő oroszlánhoz. Felkutatta a hitehagyottakat, üldözte őket, tűzbe vetette népe szorongatóit. A bűnösök reszkedtek előtte félelmükben, remektek mind a gonosztevők. Így a szabadítás sikerrel járt. Bajt hozott sok királyra, Jákob örült tetteinek. Örökre áldott marad emlékezete. vonult Jákob városain kiírtotta belőlük a gonoszokat, és elfordította a haragot Izráelről. Hírneve elért a föld határáig, és maga köré gyűjtötte, akik szétszóródtak. Apollónius pogány népeket és hatalmas szamáriai sereget toborzott, hogy harcba szálljon Izráellel amikor Júdás ennek hírét vette, kivonult elé, legyőzte és megölte. Sokan halálos sebet kaptak és meghaltak. A többiek elmenekültek. A zsákmányt összeszedték, Júdás megszerezte Apollónios kardját, és ezentúl mindig azzal harcolt. Amikor a szíriai sereg vezére, Szerom meghallotta, hogy Júdás embereket gyűjtött maga köré, egy hűségesekből álló csapatot, akik hadba vonultak vele, így szólt: Nevet szerzek magamnak, és híres leszek az országban, ha Júdást és embereit, akik semmibe vették a király törvényét, megtámadom. Kivonult hát egy második támadásra, istentelenekből álló hatalmas sereg kísérte, hogy segítsen neki Izrael fiaim bosszút állni. Amikor Bethoron lejtői felé közeledett, Júdás kevés emberével kivonult elé, amikor ezek meglátták a hatalmas sereget, így szóltak Júdáshoz hogy vehetnénk fel a harcot ilyen kevesen, ekkora túlerővel. Ráadásul kimerültek vagyunk, hiszen ma még nem is ettünk. Kevesen is körülzárhatnak sokakat, felelte Júdás, mert az égnek egyre megy, hogy sok vagy kevés által szerez a szabadulást. A háborúban nem a sereg nagyságától függ a győzelem, hiszen a segítség az égből jön. Azokot gőggel és istentelenséggel eltelve jönnek ránk, hogy asszonyainkkal és gyermekeinkkel egyetemben elhurcoljanak és kifosszanak bennünket. De mi harcba szállunk, életünkért és törvényünkért. Elohim maga fogja őket a szemünk láttára megsemmisíteni. Ne féljetek hát tőlük. Alig, hogy befejezte, hirtelenül nekik rontottak. Megsemmisítették Szeron seregével együtt. Bethoron lejtőjétől egészen a síkságig üldözték őket mint egy 800 ember elesett közülük, a többiek meg a filiszteusok földjére menekültek. Így félelem fogta el őket Júdástól és testvéreitől, rémület szállta meg körülöttük a népeket. Híre eljutott a királyig, és a nemzetek Júda harcairól beszéltek. Amikor Antiochus ezeket a híreket meghallotta, nagy haragra gerjett. Összegyűjtötte az ország minden haderejét, az egész hatalmas sereget felnyitotta a kincses kamráit, egész évre szóló zsoldot fizetett a csapatoknak, és megparancsolta nekik, hogy legyenek készek mindenre. Akkor azonban észrevette, hogy kincses kamrájából kifogyott a pénz. A zavargások és a szorongattatás miatt, amelyet az ősi törvények megszüntetésével hozott az országra, kevés adó folyt be az országból. Így félt, hogy mint már egyszer vagy másszor előfordult, nem lesz elég a pénz, a költekezésre és az ajándékokra, amelyeket eddig bőkezűen osztogatott, bőkezűbben, mint az addigi királyok. Nagy zavarban volt. Elhatározta hát, hogy Perzsiába megy, behajtja az adót a tartományokban, és sok pénzt összeszed. Az ország ügyeit Líziászra bízta, egy királyi családból való előkelő emberre, az Eufrátesztől egészen Egyiptom határáig azzal is megbízta, hogy hazatérték, nevelje a fiát Antióhuszt. Azon kívül átengedte neki hadereje felét és az elefántokat. Közölte vele terveit, különösen Júdeára és Jeruzsálemre vonatkozó rendelkezéseit. Vezessen ellenük hadat, és törje meg végérvényesen Izrael hatalmát. Semmi meg Jeruzsálem megmaradt lakóit, még emléküket is csak ki azon a helyen. Egész területükre, telepítsen idegeneket, sorsolás útján ossza fel földjüket. Hadereje másik felét maga mellé rendelte és 147-ben elindult fővárosából, Antiókiából, átkelt az Eufráteszen és átvonult a fensíkon. Líziász a király hívei közül kiválasztotta Dorimenes fiát, Ptolemauszt, Nikanort és Gorgiást csupa bátor embert elküldött velük 40 ezer gyalogost és 7 ezer lovast, hogy hatoljanak be Júda földjére, és a király parancsa szerint pusztítsák el. Ezek egész seregükkel elindultak és benyomultak. Emmaus közelében a síkságon ütötték fel táborukat. Amikor a vidék kereskedő emberei meghallották hírüket, rengeteg aranyat, ezüstöt és lábszíjat vettek magukhoz, és elmentek a táborba, hogy Izrael fiait megvegyék rabszolgának. Idumeából és a filiszteusok földjéről csapatok csatlakoztak hozzájuk. Júdás és testvérei látták, hogy a veszedelem egyre nagyobb, és a csapatok már az ő területükön táboroznak. A király rendelkezéseiről is hallottak, hogy a népet teljesen ki kell pusztítani. Így szóltak hát egymáshoz: Akadályozzuk meg népünk megsemmisítését, és harcoljunk népünkért és a szentéért. Egybe gyűltek, hogy előkészüljenek a harcra, imádkozzanak, és kiesdekeljék az írgalmat és a könyörületet. Jeruzsálem lakatlan volt, mint a puszta. Fiai közül nem járt senki, seki, sebe. szentélyét eltiporták. A várat idegenek lakták, pogányoknak szolgált lakóhelyül. Jákobból eltűnt az öröm, nem hallatszott furuja és hárfa. Összegyűltek hát, és a Jeruzsálemmel szemközti Mitzpába mentek. Mert Micpa valamikor imádkozó helye volt Izraelnek. Böjtöltek azon a napon, vezeklő ruhát öltöttek, hamut szortak a fejükre, és megszagadták ruhájukat. Kigöngyölítették a törvénykönyvet ugyanazzal a szándékkal, amivel a pogányok a bálványaikat szokták kérdezni. Odahorták a papi palástokat, az első termést és a tizedet. Azokat a nazírokat is odahívták, akiknek letelt a fogadalmi idejük. Aztán hangosan szólítgatták az eget. Mit tegyünk? Hová vigyük? Hiszen szent eltiporták és megszentségtelenítették, papjaid megalázottak és szomorúak. Láma pogányok újra gyülekeznek ellenünk, hogy kiírtsanak bennünket. Te tudod, mit forralnak ellenünk. Hogy volnánk képesek szembeszállni velük, ha te nem segítesz? aztán megfújták a trombitákat, és hangosan felkiáltottak. Ezután Júdás vezetőket rendelt a nép fölé, parancsnokokat az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére. Azoknak ellenben, akik házat építettek, feleséget vettek, vagy szőlőt telepítettek, vagy akik féltek, a törvény rendelkezése értelmében meghagyta, hogy menjenek haza. Aztán fölkerekedett a sereg, és Emmausztól délre tábort ütött. Júdás így szólt, övezzétek fel derekatokat, és legyetek bátor férfiak. Holnap korán legyetek készen rá, hogy harcba szálljatok ezekkel a pogány népekkel, akik szövetkeztek ellenünk, hogy megsemmisítsenek bennünket szentélyünkkel együtt. De inkább elesünk a harcban sem, mint tétlenül nézzük népünk és szentélyünk vesztét. De legyen úgy, ahogy az ég akarja. Negyedik fejezet. Gorgiász maga mellé vett ötezer gyalogost is ezer válogatott lovast. A sereg éjszaka kelt útra, hogy rajta üssön a zsidók táborán, és észrevétlenül megsemmisítse őket. A várban szolgáló emberek voltak a vezetőik. Júdás hallott felőle, s maga indult el katonáival, hogy a király seregét leverje Emmausnál addig, amíg a csapatok szerte vannak a táboron kívül. Gorgiász éjszaka ért oda a zsidők táborába, de nem találtott senkit. Erre a hegyekben kereste őket. Azt gondolta, már is menekülnek előlünk. Hajnalban megjelent Júdás háromezer férfival a síkságon, de nem volt megfelelő vértjük és kardjuk, amilyet szerettek volna. Ugyanakkor látták, hogy a pogányok tábora körül van véve sáncokkal és lovasokkal. Csupa harcedzett katona akkor Júdás így szólt embereihez. Ne féljetek sokaságuktól, és ne rettegjetek támadásuktól. Gondoljatok arra, hogyan menekültek meg atyáink a Vörös-tengernél, amikor a Fáraó seregével üldözte őket. Most hívjuk segítségül az eget, hogy könyörüljön rajtunk. Emlékezzék atyáink szövetségére, és pusztítsa el ma ezt a sereget a szemünk láttára. Akkor majd minden pogány nép megtudja, hogy van, aki megszabadítja és megmenti Izráelt. Mikor az idegenek fölemelték tekintetüket, és látták, amint a zsidók kivonulnak ellenük, elhagyták a tábort, hogy fölvegyék a harcot. Júdás katonái megfújták a kürtöket, és összecsaptak velük. A pogányokat megverték úgy, hogy a síkságra menekültek. A hátramaradottakat mind kardélre hányták. Egészen gézerig üldözték őket, Idumea, Asdod és a síkságára mint egy három ezer ember esett itt el. Amikor Júdás seregével visszatért az üldözésből, így szólt a néphez. Ne kapjatok a zsákmányon, mert még egy másik csata áll előttünk. Gorgiász itt van seregével a közelünkben a hegyek közt. Áljatok szemben az ellenséggel, és vívjatok meg vele. Aztán majd nyugodtan zsákmányolhattok. Alig, hogy befejezte Júdás a szavait, már látszott az egyik csapata, mint közeledett a hegyek közül. Ez észrevette, hogy a táborban maradottakat legyőzték, a tábort pedig felgyújtották. Mert a füst, amelyet láttak, jelezte, mi történt. Ennek láttán nagyon megijedtek. És amikor megpillantották Júdás seregét a síkságon harcra készen, a filiszteusok földjére menekültek. Júdás erre a táborbeli zsákmány felé vette az irányt. Rengeteg aranyat, ezüstöt, lila és piros bíbor szüvetett, és értéktárgyat összeszedtek. Hazatérve himnuszokat és háladalokat zengtek az égnek, mert jó írgalma örökké való. Így azon a napon nagy szabadulást látott Izrael. Azok az idegenek, akik megmenekültek, mind Liziáshoz mentek, és jelentették neki az esetet. Amikor meghallotta, megrendült és elcsüggett, mert nem szándéka szerint mentek a dolgok izrael és a király parancsa sem teljesült a következő esztendőben szerzett 60 ezer válogatott harcost és 5 ezer lovast, hogy teljesen kiírtsa őket. Benyomultak Idumeába, és Betkornál letáboroztak. Júdás tízezer férfival szállt szembe velük, amikor a hatalmas haderőt megpillantotta, imádkozott ezekkel a szavakkal. Áldott vagy, Izrael szabadítója, megtörted az óriás erejét, szolgált Dávid által, a filiszteusok seregét pedig Saul fiának és fegyverhordozójának, Jonatánnak a kezére adtad. Add ezt a sereget népednek, Izraelnek a hatalmába. Hadd vesszenek el haderejük és lovasságuk ellenére. Töltsd el őket félelemmel, vedd el büszke bátorságukat, rettegjenek a vereségtől, s hújanak el azok kardja élén, akik szeretnek téged, hogy aztán mindannyian énekkel dicsőítsenek, akik elismerik a nevedet. Aztán egymásnak rontottak. Liziás seregéből, mintegy egy ötezer ember elesett, közelharcban estek el. Amikor Liziás látta serege pusztulását és Júda seregének harcra készségét, és azt, hogy mennyire el vannak számva, vagy tisztességben élni, vagy meghalni, visszatért Antiókiába újabb zsoldosokat szerzett, hogy még erősebb sereggel térjen vissza Júdába. Júdás és testvérei így beszéltek. Lám megsemmisültek ellenségeink. Menjünk hát fel, tisztítjuk meg és szenteljük fel a templomot. Az egész sereg összegyűlt és felvonult Sion hegyére. Látták az elpusztított szentét, az égő áldozat megszentségtelenített oltárát. A fölégetett kapukat, az előudvarokban a bozótot, amely mint valami erdőben vagy hegyen úgy elbúrjánzott, és a szétrombolt helyiségeket. Erre megszagadták ruhájukat, nagy jajgatásban törtek ki, és hamut szortak a fejükre. Arcra borultak a földön, kürt jeleket adtak, és hangosan esedeztek az éghez. Akkor Júdás parancsot adott embereinek, hogy vegyék fel a harcot, a várat megszávatartó csapatokkal, addig ő megtisztítja a szentét. Aztán fedhetetlen és törvényt megtartó papokat választott. Ezek megtisztították a Szentét, és a botrányköveit tisztátalan helyre vitték. Az égő áldozatok megszentségtelenített oltára ügyében tanácsot tartottak, hogy mit tegyenek vele. Az a gondolatuk támad, hogy lerombolják, nehogy majd azzal gúnyolják őket, hogy a pogányok megszentségtelenítették. Tehát lerombolták az oltárt. A köveket a templom dombon egy arra alkalmas helyre rakták míg proféta nem támad, aki majd megmondja a teendőket. Aztán a törvény előírásának megfelelően faragatlan köveket vettek, és a régi mintájára új oltárt építettek. A szentét is újra fölépítették és fölszentelték a templom belsejét meg az előudvarokat. Új fölszerelést is készítettek az Isten tisztelethez, és bevitték a mécs tartót, valamint az illatáldozat bemutatására szolgáló oltárt, meg az asztalt a templomba. Az illatátozat oltárán töményt égettek, a mécs tartón pedig meggyújtották a mécseseket, és ezek megvilágították a templom belsejét. Kenyeret tettek az asztalra, és újra felszerelték a kárpitokat. Így végbevittek mindent, amiben belefogtak. A 148. esztendőben a 9. hónap, azaz a Kiszleú hónap 25. napjának hajnalán nekiláttak, és az égő áldozatok újonnan emelt oltárán áldozatot mutattak be a törvény szerint. Ugyanabban az időben és ugyanazon a napon szentelték fel, amelyen a pogányok megszentségtelenítették, dicsőítő énekkel, citera, hárfa és cintányér kíséretében. Az egész nép leborult. Magasztaló és dicsőítő énekeket zengtek az égnek, amely sikerre vitte ügyüket. Az oltár fölszentelését nyolc napig ünnepelték örömükben égő áldozatot és hála áldozatot mutattak be a szabadulásért, aztán dicsőítő áldozatot. A templom homlokzatát aranykoszorúkkal és pajzsocskákkal díszítették, helyreállították a kapukat meg a helyiségeket, és ellátták őket ajtókkal. Túláradó öröm kerítette hatalmában a népet, hogy lemosták a pogányok okozta szégyenfoltat. Júdás testvérei és Izrael egész közössége elhatározta, hogy az oltár fölszentelésnének napjait minden esztendőben megünneplik. Öröm és újongás közepette ugyanabban az időben, Kiszlév hónap 25. napjától kezdve 8 napon át. Abban az időben Sion hegyét magas fallal és erős bástyákkal vették körül, nehogy visszatérjenek a pogányok és lerombolják, mint korábban tették. Aztán Júdás örséget helyezett oda, hogy védelmezze Sion hegyét. Betkurt is megerősítette, mint valami várat, hogy a népnek idumeával szemközt legyen egy erődje. Ötödik fejezet Amikor körülöttük a pogányok meghallották, hogy az égő áldozatok oltárát újra fölépítették, a szentét pedig helyreállították, mint azelőtt volt, nagy haragra gerjedtek. Elhatározták, hogy Jákobnak minden köztük élő fiát kiértják. Nyomban el is kezdték a nép körében a mészárlást és a pusztítást. Akkor Júdás háborút indított Ézsau Idumeában élő fia ellen, mégpedig Akrabattenek körül, mivel körös körül szorongatták Izraelt. Nagy csapás mért rájuk megalázta és kifosztotta őket. Baján fiainak gonoszságára is visszaemlékezett akik tőr és csapda voltak a népnek, mert leselkedtek rá az utakon. Bástyáikba zárkóztak előle, ám ő ostrom alá fogta őket, betöltötte rajtuk az átkot, fölégette bástyáikat az őrséggel együtt. Aztán Ammon fiai ellen fordult. Erős hadsereggel és nagy sokasággal találta magát szemközt, Timóteus volt a vezér. Számos ütközetet vívtak, végül fölébük kerekedett és teljesen megsemmisítette őket. Jázert és leányvárosait is térdre kényszerítette, azután visszatért Júdeába. A giládi pogányok is fölkeltek Izrael fiai ellen, noha az ő területükön éltek, hogy kiírtsák őket. Datema erődjébe menekültek előlük, s levelet küldtek Júdásnak és testvéreinek ezzel a hírrel. Környékünkön a pogányok szövetkeztek, hogy megsemmisítsenek bennünket. Készen állnak az erőd megtámadására, ahova menekültünk, Timóteus a seregük parancsnoka. Ezért hát gyere, és szabadíts ki bennünket a hatalmából, mert a miéink közül már sokan elestek. Azokat a testvéreinket, akik a tubiaiak közt éltek, már mind megölték. Asszonyaikat, gyermekeiket és vagyonukat elhurcolták. Mint egy ezer embert lemészároltak. Még olvasták ezt a levelet, amikor már újabb követek érkeztek Galileából, megszaggatott ruhában a következő hírt hozták. Összefogtak ellenünk Ptolemais, Tírus és Szidon népei és az egész pogány Galilea, hogy megsemmisítsenek bennünket. Amikor Júdás és a nép meghallották ezeket a híreket, nagy népgyűlést hívtak össze, hogy megtanácskozzák, mit tegyenek a szorongatott helyzetben levő és megtámadott testvéreikért. Júdás azt mondta testvérének Simonnak, válasz magad mellé embereket és menj, szabadíts ki galileai testvéreidet én és testvérem Jonatán Gileádba megyünk. Zakariás fiát Józsefet, valamint a nép egyik vezetőjét, Azariást a sereg maradékával Judában hagyta, biztosítékul. Ezzel a parancsal. Kormányozzátok ezt a népet, de míg haza nem térünk, háborút ne indítsatok a pogányok ellen. Simon háromezer férfit vezetett Galileába, Júdás meg nyolcezer férfit Gileádba, akkor Simon Galileába vonult és sok támadást intézett a pogányok ellen. Megsemmisítette a pogány népeket. Egészen a Ptolemaiszi kapukig üldözte őket. A népek közül mintegy háromezer férfi elesett. Akkor fogta a Galileai és az Arbatta zsidókat asszonyaikkal és gyermekeikkel, valamint minden vagyonukkal együtt és nagy diadalla Júdába vitte őket. Júdás a makkabeus és testvére, Jonatán átkelt a Jordánon, és három napig meneteltek a pusztában. Találkoztak a nabateusokkal. Ezek barátsággal viseltettek irántuk, és mindent tudtukra adtak, ami Galileában a testvéreikkel történt. Közülük sokan be vannak zárva, Bozorában, Bozorban, Alemában, Kaszfóban, Makedban és Kárnaimban ezekben a nagy és megerősített városokban, de Gileát többi városaiban is körül vannak zárva. Elhatározták, hogy reggel megtámadják az erődöket, és egy azon napon mindannyiukat megsemmisítik. Akkor Judás gyorsan visszafordult a pusztán át Bozora felé. Meghódította a várost, kardére hányta a lakosság férfi tagjait, kifosztotta és lángba borította. Éjszaka továbbindult, és az erőd alá vonult. Amikor megvíratt, és kinyitották a szemüket, lám egy megszámlálhatatlanul nagy sereg állt ott. Létrákat és ostromgépeket cipeltek, hogy megrohamozzák az erődöt. Nyomban megindították ellenük a harcot. Akkor Judás észrevette, hogy a harc már megkezdődött. A városból a trombiták hangja és a csatakiáltás az égig hatolt. Erre felszólította a katonáit, ma harcoljatok testvéreinkért. Három csapattal hátba támadta őket, megfújták a trombitákat, és nagy csatakiáltást hallattak. Amikor Timóteus megtudta, hogy Makkabeus az, megfutamodtak előle. Így nagy csapást mért rájuk. Ezen a napon, mint egy 8000 férfi elesett közülük, akkor Alema felé vette az irányt, megostromolta és bevette. Az összes férfi lakost megölte, kifosztotta és lángba borította a várost. Innen továbbindulva meghódította Kaszfót, Makedet, Bozort és Gilát többi városát. Ezek után az események után Timóteus új sereget gyűjtött, és a patakon túl Rafonnal szemben tábort ütött. Júdás embereket küldött előre, hogy kémlejék ki a tábort. Ezt a hírt hozták neki. A környék összes pogány népe köréje gyülekezett, hatalmas sereg. Még arabokat is befogadott segédcsapatoknak, a patakon túl táboroznak és készen állnak rá, hogy ellenet harcba szálljanak. Erre Júdás szembe ment velük. Amikor Júdás csapataival a patakhoz közeledett, Timóteus így szólt embereihez: Ha ők elállt először, nem leszünk képesek ellenállni neki. Túlerőben lesz velünk szemben. Ha azonban fél és a patakon túlüt tábort, akkor mi kelünk át és legyőzzük. Amikor Júdás a patakhoz ért, őröket állított a patakhoz, és megparancsolta nekik, ne engedjetek egyetlen embert sem a sátort verni, szálljon mindenki harcba. Elsőként maga kelt át, és az egész nép követte. Az összes pogány népet legyőzte, eldobálták fegyverüket, és Karnaim templomába menekültek. Először a várost foglalták el, aztán a templomot gyújtották fel azokkal egyetemben, akik benne voltak. Így elpusztították Karnaimt, nem tudott többé júdásnak ellenállni. Júdás most egész Izrált egybe gyűjtötte, mind aki csak Giládban élt. Apraját nagyját az asszonyokat is, a gyerekeket is, mindenhol holmiukkal egy hatalmas seregre való népet, hogy júda földjére vonuljanak. Efromba értek, ebbe a szoros közelében fekvő megerősített nagyvárosba. Nem lehetett letérni előtte se jobbra, se balra, csak rajta lehetett keresztül vonulni. A város lakói azonban bezárták előttük a kapukat és eltorlaszolták kővel. Júdás követet küldött, jó indulatúan azt üzente. Kénytelenek vagyunk területeteken átvonulni, hogy eljuthassunk földünkre. Senki sem fog ártani nektek, csak gyalogosan átvonulunk de ők vonakodtak kaput nyitni. Erre Júdás parancsot adott, hogy az egész seregnek hirdessék ki, mindenki maradjon ott, ahol van. Így a katonák letáboroztak. Aztán egész nap és egész éjjel harcoltak a város ellen, végül hatalmukba kerítették. A város lakói közül a férfiakat mind kardéra hányta, a város pedig kifosztotta, és végül átvonultak a városon. Átkeltek a Jordánon, és a becsánnal szemközt elterülő nagy síkságra értek. Júdás összegyűjtötte a hátul vonulókat, és bátorította a népet az egész úton, míg Júda földjére nem értek. Újjongó örömmel fölvonultak Sion hegyére, és égő áldozatot mutattak be, mert nem halt meg közülük senki, szerencsésen hazaértek. Azokban a napokban, amikor Júdás és Jonatán Giládban voltak, testvérük Simon pedig Ptolemais előtt, tehát Galileában. Zakariás fia József, valamint a seregvezére Azariás hallottak hőstetteikről és harcaikról. Így szóltak, szerezzünk mi is nevet magunknak, vonuljunk és harcoljunk a körülöttünk élő pogányok ellen. Parancsot adtak seregük tisztjeinek és Jamni alá vonultak. Gorgiász eléjük ment a városban állomásozó katonákkal, hogy fölvegye velük a harcot. József és Azariás csatát vesztettek, egészen Júde a határáig üldözték őket. Izrael népéből azon a napon, mint egy 2000 férfi elesett. A nép súlyos vereséget szenvedett, mivel nem engedelmeskedtek Júdás és testvérei parancsának, hanem hőstettekről ábrándoztak. Aztán nem is azoknak a férfiaknak a nemzedékéből valók voltak, akiknek a keze szabadulást szerzett Izraelnek. Júdás a hős, és testvérei nagy híre tettek szert Izrael egész népe, valamint a pogányok körében és mindenütt, ahol csak emlegették a nevüket. Körülvették őket, és szerencsét kívántak nekik. Júdás és testvérei kivonultak, és hadat indítottak Ézsau fiai ellen, a déli ország részét. Meghódította Hebront és leányvárosait, lerombolta erődjeit, és körben földgyújtotta bástyáit. Tábort bontott, és a filiszteusok földjére vonult, és áthaladt Marizán. Azon a napon több olyan pap elesett, aki hőstetteket tetteket akart végbevinni, és meggondolatlanul harcba bocsátkozott. Júdás most asdot felé vette az irányt, a filiszteusok földjén lerombolta az oltárokat, báványaikat meg tűzbe vetette. Kifosztotta a városokat, aztán visszatért Júda földjére. Makabeusok első könyve, Hatodik fejezet Akkor tájt Antiochus Epifanész végigvonult a fenségon. Meghallott, hogy Perzsiában van egy Elimáis nevű város, amelyik híres gazdagságáról, aranyáról és ezüstjéről. Különösen a templom nagyon gazdag. Ott vannak azok az aranyvértek és páncélok és fegyverek, amelyeket Fülöpnek a fia Sándor macedóniai király ott hagyott, amikor a görögök első királyaként uralkodott. Elment tehát, és megkísérelte a város kifosztását, de nem sikerült neki, mert a város lakói tudtak tervéről, és fölvették vele a harcot. Menekült és nagy szomorúságában elindult, hogy visszatérjen Babilonba. Akkor valaki utána ment Perzsiába azzal a hírrel, hogy a Judába bevonult csapatokat leverték. Liziás hatalmas sereg élén kivonult, de a zsidók legyőzték, mivel fegyvereik, tartalékaik, valamint a legyőzött csapatoktól összeszedett rengeteg zsákmány révén igen megerősödtek. Utálatuk tárgyát is lerombolták, amelyet Liziás Jeruzsálemben az áldozati oltára épített. A szentét, ahogy azelőtt volt, magas falakkal vették körül, ugyanúgy Betkur városát is. Amikor a király ezeket a híreket meghallotta, megrémült és nagyon megrendült. Fekvő helyére roskadt, és bánatába belebetegedett, hogy nem sikerült neki, amit el akart érni. Napokig ott maradt, mert nagy kedvetlenség lett úr rá rajta. Azt hitte, hogy meg kell halnia. Magához hívott tehát bizalmas embereit, is így szólt hozzájuk. Szememet elkerüli az álom. Szívemet meg nagy bánat nyomja. Azt gondoltam magamban, mekkora bajba jutottam, milyen nagy szomorúságba estem, hogy ennyire nyomaszt. Uralkodásom idején tiszteltek és szerettek. Most azonban eszembe jut a sok gonoszság, amit Jeruzsálemben véghez vittem. Elhurcoltam onnan az összes arany és ezüst edényt. Aztán embereket küldtem oda, hogy Júda lakóit minden ok nélkül írtsák ki. Ráébredtem, hogy ezért ért utol az a szerencsétlenség lám idegen földön belepusztolok nagy bánatomba. Akkor odahívta egyik bizalmasát, Fülöpöt, és egész birodalma fölé rendelte. Átadta neki diadémiát, palástját és pecsétgyűrűjét, hogy fiát Antiochus tanítsa, neveljen belőle uralkodót. Antiochus király a 149. esztendőben meghalt. Amikor Líziás hírét vette, hogy Antiochus meghalt, fiát Antiochus tette meg helyette királynak, akit ifjúkorában ő nevelt. Az Eupator nevet adta neki. A vár őrsége háborgatta a szenték körül a zsidókat, azon volt, hogy ártson nekik, a pogányoknak pedig a kedvükre tegyen. Júdás ezért tervbe vette, hogy megsemmisíti őket. Összegyűjtötte tehát az egész népet, hogy vegyék ostrom alá. Össze is gyűltek, és 150-ben körülzárták őket. Állásokat és ostromgépeket állítottak fel ellenük. Néhányuknak mégis sikerült átjutniuk az ostromgyűrűn. Különféle Izraelből való istentelenek csatlakoztak hozzájuk. Elmentek a királyhoz, és így szóltak hozzá. Meddig késlekedsz még, hogy igazságot szolgáltast és testvéreinkért bosszút állj? Készségesen szolgáltuk atyádat, teljesítettük akaratát, engedelmeskedtünk parancsainak. Emiatt népünk fiai ellenségessé váltak irányunkban. Akiket csak kézre kerítettek közülük, azokat mind megölték, amink pedig volt, azt elrabolták. De nem csupán ránk emeltek kezet, hanem egész határvidékedre is. Lám már Jeruzsálem várát ostromolják, be akarják venni. A templomot és Betkurt megerősítették. Ha gyorsan meg nem előződ őket, még ennél is nagyobb dolgokat visznek végbe, és nem leszel képes többé feltartóztatni őket. E hírek hallatára a király haragra gerjedt, hívta bizalmas embereit, valamint a sereg és a lovasság vezéreit. Más országokból és a tenger szigeteiről is csatlakoztak hozzá különféle zsoldos csapatok. Hadereje 100 000 gyalogosra, 20 ezer lovasra és 32 harci elefántra rúgott. Végig vonultak Idumeán és Betkúr előtt ütöttek tábort. Sokáig ostromolták, ostromgépeket is alkalmaztak de azok kivonultak és felgyújtották őket, férfiasan harcoltak. Júdás elvonult a vár alól, és Bet közelében ütött tábort, szemben a király seregével. A király is jókor elindult, és sietve Bet vezette a sereget. Csatasorba álltak, és megfújták a trombitákat. Az elefántok orra elé szőlőlevet meg szederlét tettek, ezzel igyekeztek őket harcra ingerelni. Aztán szétosztották az állatokat a csapatok között. Minden elefánt mellé ezer páncélingbe öltözött embert rendeltek, akik a fejükön bronz sisakot viseltek. Azon kívül még 500 válogatott lovast is beosztottak minden állat mellé. Ezek már régóta hozzá voltak szokva az állatokhoz, követték ahová csak ment, nem szakadtak el tőle. Erős, fedett fatorony volt mindegyik elefánton, szíjjal odaerősítve, Bennük három katona, ezek innét harcoltak, meg a hajtó. A többi lovas a sereg két szárnyán állt fel, jobbról és balról. Amikor a nap visszaverődött az arany és bronzvérteken, még a hegyek is tündököltek. Úgy világítottak, mint a fáklyák. A királyi sereg egyik része a dombon helyezkedett el, a másik a lapájon. Biztosan és rendezetten nyomultak előre. Mindenki remegett, aki csak hallotta a sokaság zaját, a sereg robaját meg a fegyvercsörgést. Hatalmas, erős sereg volt. Judás közeledett a seregével, hogy fölvegye a harcot. A király seregéből 600 harcos elesett. Ekkor Eleazár az Auarani észrevette, hogy az egyik állat a királyi bíbor színt viseli, és az összes többi állatot felülmúlja. Így az gyanította, hogy a király ül rajta, feláldozta hát magát, hogy megmentse népét, magának pedig örök hírnevet szerezzen. Bátran odarontott be a csata sorba. Jobbra is, balra is vagdalkozott, úgyhogy mindkét oldalon visszahőköltek. Akkor bebújt az elefánt alá, alulról beledöfött és megölte. Az elefánt földre rogyott, így ő is ott lelte halálát. Mindazáltal látva a birodalom erőit és a csapatok harci készségét visszavonultak előlük. A király csapatai most Jeruzsálembe vonultak fel ellenük. A király Judával és Sion hegyével szemközt ütött tábort. A Betkurban lakó emberekkel békét kötött, azok megadták magukat, mivel már nem volt semmi élelmük, hogy kiállhatták volna az ostromot. Épp szombati nyugalom uralkodott az országban. Tehát a király hatalmába kerítette Betkurt, majd őrséget helyezett bele, hogy őrizze. Aztán hosszú időn át a szentét ostromolta lőtornyokat, faltörőkosokat, tűzcsóvákat, követő és nyíllövő szerkezeteket és röpítőgépeket állított fel, de azok is alkalmaztak gépeket támadóikkal szemben, és sokáig védekeztek. Csak hogy az élelem kifogyott a kamrákból, mivel éppen a hetedik esztendő volt. A maradék tartalékot már azok fölélték, akik a pogányok elől Jeruzsálembe menekültek csak kevés ember maradt a szentében, mert az éjség úrrá lett rajtuk, és szétszélettek ki a maga hazájába. Akkor Liziász hírét vette, hogy Fülöp, akit Antiókusz király még életében kijelölt, hogy fiát uralkodásra tanítsa, hazatért Perzsiából és médiából. Vele vannak azok a csapatok is, amelyek még a királya vonultak hadba, és azon fáradozik, hogy átvegye a hatalmat. Ezért sürgette a mielőbbi útrakelést. Napról napra fogy az erőnk és az élelmünk, mondta a királynak és a sereg vezéreinek, valamint a katonáknak. Igaz a helyet, ahol táborozunk, még szilárdan tartjuk, de ránk nehezedik a birodalom gondja. Nyújtsunk hát kezet ezeknek az embereknek, és kössünk velük, meg az egész néppel is békét. Engedjük meg nekik, hogy szokásaik szerint éljenek úgy, mint azelőtt. Mert amiatt gyúltak haragra és művelték mindezt, hogy szokásaikat betiltottuk. A terv tetszett a királynak és a sereg vezéreinek. Így hát követeket küldött hozzájuk békét kötni. El is fogadták. A király és a sereg vezérei esküvel ígértek biztonságot. Erre kijöttek a városba, a király pedig felvonult Sion hegyére. Mikor azonban látta ott az erődöt, megszegte az esküt, amelyet tett. Parancsot adott, hogy rombolják le körös körül a falakat. Aztán sietve elvonult és visszatért Antióhiába. Ott találta Fülöpöt a város uraként, megtámadta és erővel megszerezte a várost. 7. fejezet A 151. esztendőben Szeleukosz fia, Demetrius Rómából menekülve kevés emberrel egy tengerparti városban szállt partra, és ott királyként uralkodott. Amikor aztán bevonult ősei királyi palotájába, a csapatok elfogták Antiochuszt és Liziást, hogy elé vigyék. Jelentették neki a dolgot, de ő azt mondta, színüket se lássam. Erre a katonák megölték őket, Demetrius pedig birodalma trónjára lépett. Akkor Alkimus vezetésével, aki főpap szeretett volna lenni, hitüktől elpártolt, istentelen emberek járultak elé Izraelből. Panaszt emeltek a nép ellen a király előtt. Júdás és testvérei minden hívedet megölték, mondták, és bennünket is elűztek hazánkból. Küldj ezért oda egy férfit, akiben megbízol. Menjen és győződjék meg minden bajról, amit nekünk is a király országának okozott, és büntesse meg a tetteseket és azokat is, mind akik támogatták őket. A király kiválasztotta a királyi ház barátai közül Bachideszt, aki a folyón túl uralkodott, nagy tekintélynek örvendett a birodalomban, és hűséges embere volt a királynak. Elküldte az istentelen Alkimusszal, Akinek megadta a főpapságot. Megparancsolta, álljon bosszút Izrael fiain. Útra keltek, és nagy haderővel Júda földjére értek. Követeket küldött Júdáshoz és testvéreihez, álnok módon békét ajánlva. De nem hittek szavuknak, mert látták, hogy nagy haderővel érkeztek. Alkimusznál és Bachidesnél összegyűltek az írástudók, hogy meghányják vessék a helyzetet. Izrael fiai közül az asszideusok voltak az elsők, akik a békekötés mellett emeltek szót. Azt mondták, egy áron törzséből való pap is érkezett a seregge, az nem fog ellenünk igazságtalanságot elkövetni. Az biztosította a békét és megesküdött, semmi bajt nem hozunk rátok és barátaitokra. Bíztak benne. De ő hatvan férfit elfogadott közülük, és egyetlen nap mind kivégeztette őket, amint az írás mondja. Szentjei testét szétszorták, vérüket kiontották Jeruzsálem körül, és nem volt senki, aki eltemette volna őket. Félelem és rettegés fogtál miattuk az egész népet. Így beszéltek. Nincs bennük sem hűség, sem igazságosság, lám megszekték az egyességet és az esküt, amit tettek. Bachides visszavonult Jeruzsálemből, és Bercet mellett ütött tábort azok közül a férfiak közül, akik elpártoltak tőle, sokat elfogadott, kivégeztetett, és ciszternába dobatta őket, és a népből is néhányat. Az országot Alkimuszra bízta, és védelmére mellette hagyott seregéből egy csapatot. Maga Bachides pedig visszatért a királyhoz. Alkimus küzdött a főpapi méltóságért, mint köré gyűltek saját népük szorongatói. Hatalmukba kerítették Júda földjét, és nagy bajt hoztak Izraelre. Amikor Júdás látta a bajt, amelyet Alkimus és hívei hoztak Izrael fiaira, nagyobbat még, mint a pogány népek, bejárta Júdea minden részét körbe és bosszút állt a hitahagyottakon. Így megakadályoztak, hogy végigjárják az országot. Amikor Alkimus látta, hogy Júdás és pártja megerősödött, és nem képes nekik ellenállni, visszatért a királyhoz, és még gonoszabb dolgokkal vádolta őket. A király most Nikanort küldte, egyik leghíresebb vezérét, Izrael ellenségét és gyűlölőjét azzal a megbízatással, hogy írtsa ki a népet. Nikanor hatalmas sereggel érkezett Jeruzsálembe, és álnok módon ezt a béke üzenetet küldte júdásnak és testvéreinek. Ne legyen közted és köztem háború, csak csekély kísérettel érkezem, hogy békésen tárgyaljak veletek. Elment júdáshoz és békésen üdvözölték egymást, de az ellenséges emberek közben készen álltak rá, hogy Júdást elhurcolják. Júdás azonban világosan látta, hogy Cselből ment el hozzá, ezért gondosan kerülte, nem akarta többé látni. Nikanor észrevette, hogy tervét fölfedezték. Ezért Kafar vonult, hogy fölvegye Júdással a harcot. Nikanor emberei közül mint egy 500 férfi elesett, a többiek Dávid városába menekültek. Ezután Nikanor felvonult Sion hegyére, a szentély néhány papja és a nép vénei közül is néhányan elémentek, hogy békésen üdvözöljék, megmutassák neki az égő áldozatot, amelyet a királyért mutattak be. Ő azonban kinevette és kigúnyolta, és tisztátalanná tette őket, és gőgösen beszélt velük. Haraggal eltelve megesküdött nekik, ha nem adjátok júdást és seregét azonnal a kezemre, felgyújtom ezt a házat, ha szerencsésen visszatérek. Ádász haraggal eltelve ment el, a papok bementek és az oltár és a templom elé álltak. Sírtak és így szóltak. Te választottad ki ezt a házat, hogy nevednek szenteljük, és az imádság és könyörgés háza legyen népednek. Ájbosszút ezen az emberen és seregén, hújjanak el a kardnak élétől, jusson eszedbe káromlásuk, és ne adj nekik nyugalmat. Nikanor kivonult Jeruzsálemből és Bethoron mellett vett tábort. Itt még egy szíriai csapat is csatlakozott hozzá. Júdás háromezer férfival, Adaza mellett táborozott és így szólt. Amikor hajdan az asszír király követei káromoltak, megjelent angyalod és 185 ezer férfila a lesújtott közülük. Így tipordál ma is előttünk ezt a sereget. Hadd tudják meg a többiek, hogy gyalázkodva beszélt Szentélyedről. Ítélkez fölötte gonossága szerint. Adar hónap 13-án a seregek összecsaptak. Nikanor serege vereséget szenvedett, maga pedig elsőként esett el a harcban. Amikor a sereg észrevette, hogy Nikanor elesett, eldobálták fegyverüket és menekültek. Adazától egynapi napi járásnyira üldözték őket, egészen Gézár vidékéig. Mögöttük fújták a kürtöket, erre Júde a falvaiból mind előjöttek az emberek, és oldalba támadták őket. Ellenük fordultak ugyan, de mind kardére hányták őket. Nem maradt közülük élve egy sem. Összeszedték a zsákmányt meg a szerzett holmit, aztán levágták Nikanor fejét és jobbját, amelyet oly gőgösen kinyújtott. Magukkal vitték és Jeruzsálem mellett kitűzték. A nép nagyon örült, úgy ünnepelték ezt a napot, mint valami nagy örömünnepet. Elhatározták, hogy Adar hónap 13-án minden évben megülik ezt a napot. Most egy kis ideig nyugalom uralkodott Júda földjén. Nyolcadik fejezet Júdás hallott a rómaiak híréről, hogy milyen erősek és mennyire felkarolják azokat, akik jó indulattal vannak irántuk. Hogy bárkivel barátságot kötnek, aki hozzájuk csatlakozik. Egy szóval, hogy nagyon hatalmasak. Beszéltek neki háborúikról, a gallok közt végbevitt hőstetteikről, arról, hogyan vetették uralmuk alá és tették adófizetőikké őket. Hírül vitték, mit vittek véghez Hispániában, mint tulajdonították el az ezüst és aranybányákat, hogyan vetették hatalmuk alá az egész országot, noha nagyon messzire esett tőlük. Hogy győzték le a föld határairól ellenük felvonult királyokat, mint okoztak nekik óriási vereséget, ugyanakkor a többiek mind adóztak nekik évről évre. Hogyan győzték le és hódoltatták meg Fülöpöt és Perzeuszt, a kiteusok királyát és azokat, akik fellázottak ellenük. Milyen vereséget szenvedett tőlük Ázsia királya, nagy Antiochus, aki 120 elefánttal, lovassággal és hatalmas sereggel vonult ellenük hadba. Élve elfogták és arra kényszerítették, hogy ő is, utódai is nagy sarcot fizessenek, Túlszokat szedtek, és lemondatták az országról, mármint Indiáról, Médiáról, Lídiáról, és néhány legszebb ország részről. Ezeket elvették tőle, és Eumenesz királynak adták. Mind terveztek Görögország lakói hadjáratot megsemmisítésükre. Amikor azonban tervükről tudomást szereztek, hadvezért küldtek ellenük, legyőzték őket, úgyhogy sokan elestek és odavesztek közülük az asszonyokat és a gyerekeket fogságba hurcolták, kifosztották őket, országukat pedig elfoglalták, erődeiket lerombolták, mind a mai napig uralkodnak rajtuk. Mind semmisítették meg, és igázták le a velük szembeszegülő többi királyságot és szigetet. Ugyanakkor barátaikkal és szövetségeseikkel tartják a barátságot. Így kiterjesztették hatalmukat közel távolban mind a királyságokra. Aki csak hallja nevüket, rettek tőlük. Akit azonban uralomra akartak juttatni, az király is lett. Így nagy hatalomra tettek szert. Mindazonáltal közülük senki nem teszi fel a diadémot és ölti fel a bíbor csak azért, hogy hivalkodjék. Tanácsot hoztak létre, és annak 320 tagja minden nap, minden szempontból megvitatja a nép dolgát, hogy jól kormányozza. Minden esztendőben egyetlen egy férfira bízzák a vezetésüket és az ország fölötti uralmat. Ennek az egy férfinak mind engedelmeskednek. Irítség és féltékenység nincs közöttük. Júdás tehát kiválasztotta János fiát és Akkos unokáját, Eupolemoszt, valamint Eleázár fiát Jázont és elküldte őket Rómába, hogy kössenek velük barátságot és szövetséget hadd szerezzenek róla tudomást. Mi súlyosan nehezedik rá Izraelre, a görög hatalom, és szabadítsák meg őket járvuktól. Elmentek hát Rómába. Nagyon hosszú volt az út. A szenátus elé járultak, és így szóltak. Judás, a makkabeus, a testvérei és a zsidók népe küldött bennünket hozzátok, hogy kössetek velünk fegyverbarátságot és békeszövetséget, és vegyetek fel szövetségeseitek és barátaitok sorába, a beszédük tetszésre talált. A levél másolata, amelyet bronztáblára írtak, és a békeszövetség és fegyverbarátság bizonyságául Jeruzsálembe küldtek. Így hangzik. Üdv a rómaiaknak és a zsidók népének szárazon és vízen örökké. Kard és ellenség maradjon távol tőlünk. Ha háború fenyegeti Rómát vagy bármelyik szövetségesét, a hatalma alá tartozó egész birodalomban, a zsidók népe szívvel, lélekkel együtt harcol vele, amennyire a körülmények kívánják. Az ellenségnek gabonát, fegyvert, pénzt, hajót nem ad, sem nem szállít. Így tartotta jónak Róma, és ők ezeket a föltételeket ellenszolgáltatás nélkül megtartják. Ugyanakkor a rómaiak készek együtt harcolni, amennyire a körülmények kívánják, ha háború fenyegeti a zsidók népét az ellenségnek gabonát, fegyvert, pénzt és hajót nem szállítanak. Így tartotta helyesnek Róma. A szövetséget minden álnokság nélkül megtartják. E föltételekkel kötik meg a rómaiak a szövetséget a zsidókkal. Ha azonban később akár az egyik, akár a másik hozzá kíván valamit fűzni, vagy ki akar törölni, tetszése szerint megteheti. Amit hozzáfűznek, vagy amit kihúznak, az érvényes lesz. Ami azt a gyalázatot illeti, amelyet Demetrius király követett el ellenük, arról a következőképpen írunk: Miért traktál olyan súlyos igát barátainkra és szövetségeseinkre, a zsidókra? Ha újabb panaszt emelnek ellened, igazságos szolgáltatunk nekik, és hadba vonulunk ellened, szárazon és vízen. 9. fejezet. Amikor Demetrius meghallotta, hogy Nikanor és csapatai elestek a harcban, Másodszor is elküldte Júda földjére Bachideszt és Alkimuszt, serege jobb szárnyával. Galilea felé tartottak és ostrom alá vették az Arbel a vidékén fekvő, mezalatot. Elfoglalták és sok embert megöltek. A 152. esztendő első hónapjában Jeruzsálem előtt vertek tábort. Aztán fölkerekedtek és 20 ezer gyalogossal és 2000 lovassal berzet alá vonultak. Judás egy háromezer férfiből álló válogatott sereggel eleazában ütötte fel a táborát. Amikor a töménytelen csapatot megpillantották, nagyon megrémültek és sokan megszöktek a táborból. Csak 800 férfi maradt ott belőlük. Amikor Júdás látta, hogy serege felbomlott, a harc pedig elkerülhetetlen, nagyon elcsüggett, mert már nem volt rá ideje, hogy összegyűjtse őket. Teljesen magába roskadt, és így szólt a megmaradottakhoz rajta roncsunk rájuk ellenségeinkre. Hát, ha mégis legyőzzük őket. Le akarták róla beszélni, nem vagyunk rá képesek, mondták. Mentjük inkább az életünket, aztán majd visszatérünk testvéreinkkel, és fölvesszük velük a harcot. Most túl kevesen vagyunk. Judás azonban így felállt. Távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem, és meneküljek előlük. Ha elérkezik az ideje, bátran meghalunk testvéreinkért de nem hagyjuk, hogy becsületünkön szégyen foltessék. Ezzel a sereg kitört a táborból. Azok szembeszálltak velük, a lovasság ketté oszlott a parittyások és az íjászok, a bátrabb előharcosokkal együtt, a sereg élén nyomultak előre. Bachides maga a jobb szárnyon tartózkodott. A csatasorok két oldalról közeledtek, s zengtek a kürtök. Júdás is megfúvatta a kürtöket, a föld megremegett a harci zajtól. Reggeltől estig folyt a küzdelem, akkor Júdás észrevette, hogy Bachides seregének a zömével a jobb szárnyon van. A bátrak mind csatlakoztak hozzá, s legyőzték a jobb szárnyat. Egészen a hegység szélső lejtőjéig üldözték őket. Amikor a bal szárnyon a szírek észrevették, hogy a jobb szárnyat szétverték, megfordultak és gyalog Júdás és emberei nyomába eredtek. Kemény csata volt, mindkét oldalon sokan megsebesültek és elestek. Júdás is elesett, a többiek pedig megmenekültek. Jonatán és Simon elvitték testvérüket, Júdást, és Modimban atyáik sírboltjába temették. Egész Izrael megsiratta és nagy gyászt tartott. Sok napig gyászolták és mondogatták, hogy eshetett el a hős, aki meg megszabadította. Júdás történetének többi részét, harcait és véghezvit hős tetteit, nagyszerű cselekedeteit nem jegyezték föl, annyi volt belőlük. Júdás halála után egész Izraelben előkerültek a hitehagyottak és fellázadtak a gonosztevők. Azokban a napokban nagy éjénség támadt, mert az ország is eltévejedett velük. Bachides istentelen embereket választott ki, és megtette őket az ország vezetőinek. Ezek felkutatták és kifürkézték Júdás követőit. Bachides elé hurcolták őket, aki aztán megbüntette és megfenyítette őket így nagy üldözés folyt Izraelben, amilyen nem volt attól az időtől, hogy az utolsó próféta megjelent körükben. Akkor Júdás követői összegyűltek, és így szóltak jonatához. Mióta testvéred Júdás meghalt, nincs senki, aki hozzá hasonló volna, és az ellenség Bachides, és egyáltalán népünk ellenségei ellen harcba szállna. Ezért megválasztunk helyette fejedelmünknek és vezérünknek, hogy vezes bennünket a harcban. Jonatán tehát átvette azokban a napokban a vezetést, és testvére Júdás helyébe lépett. Amikor ez Bacchides meghallotta, az életére tört. De Jonatán valamint testvére Simon és követői tudomást szereztek róla, és Teko a pusztájába menekültek. Aszfar közelében ütöttek tábort a ciszternánál. Egy szombaton Bacchides értesült róla, s maga vonult át seregével a Jordánon. Jonatán elküldte testvérét a Máhás csapat élén, és arra kérte barátait, a nabateusokat, engedjék meg, hogy rengeteg holmiukat náluk hagyhassák. De Medobából kivonultak Amrai fiai, és elfogták Jánost, mindennel együtt, ami vele volt, és elhurcolták. Ezek után az események után jelentették Jonatánnak és testvérének Simonnak, hogy Amrai fiai lakodalmat tartanak, és Nadabadba nagy kísérettel viszik a mennyasszonyt egy tekintélyes kánálni embernek a lányát. Erre emlékezetükbe idézték testvérüknek, Jánosnak a vérét, kivonultak és elrejtőztek a hegyek közt egy szakadékban. Amikor fölemelték tekintetüket és oda néztek, lám egy nagy, lármás menet, a vőlegény meg barátai és rokonai közelettek dob és zene szóval, fegyveresen. Rejtek rájuk törtek és legyőzték őket. Sokan súlyosan megsebesültek és elestek, a maradék pedig a hegyekbe menekült. Minden zsákmányú lejtettek, így a lakodalom gyászra változott, a muzsika szó pedig sirató énekre. Miután megbosszulták testvérük vérét, visszatértek a Jordán mocsaras partjára. Amikor Bachides ezt meghallotta, egy szombaton nagy erővel a Jordán partvidékére vonult. Jonatán így szólt embereihez. Rajta, Vívjunk meg az életünkért, mert ma másképp áll a dolog, mint tegnap vagy tegnap előtt. A lám előről és hátulról is ütközött, fenyeget, jobbról és balról a Jordán vize, mocsár és vadon nincs mód kitérni. Könyörögjetek hát az éghez, hogy szabadítson ki benneteket ellenségeink hatalmából. Fellángolt a harc. Jonathan kinyújtotta a kezét, hogy elérje Bachidest, de az kitért előle és visszahúzódott akkor Jonatán a vízbe vetette magát az övéivel, és átúztak a túlsó partra. Azok nem keltek át utánuk a Jordánon. Bachidas oldalán azon a napon, mint egy ezer férfi elesett. Bakhidesz visszatért Jeruzsálembe, és megerősítette a városokat Júdában. Várat épített Jerikóban, Emmausban, Bethoromban, Bétában, Tamnatában, Faratonban és Tefonban, aztán ellátta őket magas falakkal, kapukkal és zárakkal, majd őrséget helyezett el bennük, hogy hadakozzék Izrállal. Betkur városát is megerősítette, továbbá Gézert a Váral Egyetemben. Csapatokat telepített oda és élelmet tartalékolt. Az ország vezető embereinek fiait elfogadta, és Jeruzsálem várába vitte őket túsznak. A 153. esztendő második hónapjában Alkimus elrendelte, hogy rombolják le a belső templom udvar falait. Megsemmisítette a próféták műveit, hozzáfogott a romboláshoz. De szélütés érte így abba maradt a munkája. Szája elnémult, megbénult, nem tudott többé beszélni, sem intézkedni házatája ügyeiben. Alkimus nagy kínok közt halt meg halálát látva Bachides visszatért a királyhoz, így két esztendeig nyugalom uralkodott Júda földjén. A hitehagyottak tanácsot tartottak. Lám, mondták Jonatán és emberei gondtalanul és nyugodtan élnek. Menjünk, hívjuk segítségül Bachideszt, hogy egy éjszaka fogja el őket mind. Elmentek hát hozzá és tanácskoztak vele. Erre hatalmas seregérén elindult, hogy bevonuljon. Titokban levelet küldött híveinek Júdeába, hogy fogják el Jonatánt és embereit. De nem sikerült nekik, mert kitudódott a tervük. Így azok fogtak el, mint egy ötven férfit az ország lakói, a gonoszságok szerzői közül, és megölték őket. Ezután Jonatán és Simon visszavonultak embereikkel Bedbassiba, a pusztába. A lerombolt városrészeket újra fölépítették és megerősítették amikor Bachides ezt megtudta, összevonta egész haderejét, és Júda férfiait is fegyverbe szólította. Aztán kivonult és ostromolta, és ostromgépeket is alkalmazott. Jonathan hátrahagyta testvérét Simont a városban, maga pedig kevés emberrel bejárta az országot. Legyőzte Odomerát és testvérét, valamint Farizin fiait a saját táborukban. Amint győzni kezdtek, egyre gyarapodott seregük. Simon és csapatai kitörtek a városból és felgyújtották az ostromgépeket, majd harcot indítottak Bachides ellen is legyőzték. Nagy gondot okoztak neki, egész haditervét meghiúsították. Erre haragra lobbant a hagyottak ellen, akik azt tanácsolták neki, hogy vonuljon be az országba. Sokat kivégeztetett közülük, aztán elhatározta, hogy visszatér hazájába. Amikor Jonatán ennek hírét vette, követeket küldött hozzá, hogy kössenek békét, és kérje tőle a foglyok hazabocsátását. Bachides elfogadta az ajánlatot, és a javaslata szerint járt el. Megesküdött, hogy egész életében többé nem hoz rájuk bajt, és hazaengedte a foglyokat is, akiket korábban magával hurcolt Izrael földjéről. Aztán megfordult és visszatért hazájába. Soha többé nem lépett erre a területre. Így elcsendesedtek Izraelben a fegyverek. Jonathan Mihmászban telepedett le. Hozzáfogott az igazságszolgáltatáshoz, és elűzte Izraelből az Istenteleneket. Tizedik fejezet. A 160. esztenőben Antiochus Epifanész fia, Alexander felvonult és elfoglalta Tolemaiszt. Bebocsátást nyert és királyként uralkodott. Amikor Demetrius király meghallotta, a nagy hadsereget vont össze, és hadba vonult ellene levelet küldött Jonatánnak, biztosítva neki a békét és a tiszteletet. Mert így gondolkodott. Gyorsan szövetségre kell vele lépnünk, mielőtt még Alexanderral szövetkezne ellenünk. Mert arra sok gonoszságra fog gondolni, amit ellene testvérei és nép ellen végbe vittünk. Így hát felhatalmazta, hogy csapatokat toborozzon, fegyvereket szerezzen és szövetségre lépjen vele. Sőt, még azt is megparancsolta, hogy a várban őrzött túlszokat adják ki neki. Jonatán Jeruzsálembe ment, és hangosan felolvasta a levelet az egész népnek és a várőrségnek. Igen, megijedtek, amikor meghallották, hogy a király engedélyt adott neki, hogy csapatokat toborozzon. A várőrség kiadta neki a túlszokat, ő pedig visszadta őket szüleiknek. Akkor Jonatán Jeruzsálemben telepedett le, és hozzáfogott a város fölépítéséhez és helyreállításához. Utasításokat adott a munkásoknak, hogy a falakat és Sion hegyét körös körül erősítsék meg nagy kövekkel. Ez meg is történt. Az idegenek, akik a Bachides építette várban voltak, elmenekültek. Ott hagyták otthonukat és visszatértek hazájukba. Csak Betkurban maradtak néhányan azok közül, akik elhagyták a törvényt és a parancsokat. Alexander király hallott azokról az ígéretekről, amelyeket Demetrius Jonatánnak tett a harcokról és hős tettekről is értesült, amelyeket testvéreivel végbe Aztán elviselt szenvedéseikről is. Így szól hát. Vajon találunk-e még egy ilyen embert? Meg kell nyernünk barátunknak és szövetségesünknek. Írt hát neki egy levelet és elküldte. Szó szerint így szólt. Alexander király üdvözletét küldi testvérének Jonatánnak hallottunk felőled, hogy milyen bátor férfi vagy, méltó arra, hogy barátunk légy. Ezért ma elrendeljük, hogy népet főpapjává légy. Hívjanak a király barátjának, bíbor palástot is küldött neki meg aranykoronát. Tarts velünk és őrizd meg irántunk barátságodat. A 160. esztendő 7. hónapjában a sátoros ünnepen Jonatán felöltötte a szent palástot, aztán csapatokat gyűjtött és rengeteg fegyvert szerzett. Amikor Demetrius értesült ezekről az eseményekről, magáboroskodt és így szólt. Miért hagytuk, hogy Alexander megelőzzön bennünket, és megszerezze támaszképpen a zsidók barátságát? Magam is írok neki egy bíztató levelet, ígérve méltóságot és gazdagságot, hogy mellém szegődjenek és segítséget nyújtsanak. Írt is nekik egy levelet így szólt. Demetrius király üdvözletét küldi a zsidók népének. Örömmel hallottuk, hogy a velünk kötött szövetséget megtartottátok. Hűek maradtatok barátságunkhoz, és nem pártoltatok át ellenségeinkhez. Továbbra is legyetek ilyenek. Barátsággal viseltessetek irányunkban. Majd megjutalmazunk benneteket mindenért, amit értünk tesztek. Elhalmozunk kiváltságokkal és adományokkal. Mostantól szabadnak nyilvánítalak benneteket, és elengedem az összes zsidónak az adót. A sóadót is a koronaadót is. Mától kezdve lemondok a gabon a harmadáról és a gyümölcs feléről, amely megillet, nem követelem mától fogva soha többé Júda földjétől, és Szamária és Galilea három hozzátartozó kerületétől. Jeruzsálem egész területével egyetemben legyen szent, minden tizettől és szolgáltatástól mentesen a Jeruzsálemi várról is lemondok, és átengedem a főpapnak. Telepítsen oda őrizetére tetszése szerinti embereket. Váltságdíj nélkül szabadon bocsátok minden zsidót, akit elhurcoltak Júda földjéről, birodalman valamelyik részébe. Mentesek lesznek minden adótól, s ugyanúgy állataik is az ünnepek, a szombatok, az újhold napjai, a törvény előírt a ünnepnapok, valamint a három ünnep előtti és utáni nap legyenek birodalmamban minden zsidó számára az adómentesség és az engedmény napjai. Senkinek sem lesz majd hatalmában, hogy valamiért bárkit is perbe fogjon vagy háborgasson közülük. A zsidók közül mintegy 30 ezer férfit besoroznak a király seregébe, ezek zsoldot kapnak, amint az a király minden katonájának jár. Egy részüket a király nagy erődeibe osztják majd be. A többiek bizalmi beosztást kapnak a birodalomban. A tisztek és a parancsnokok az ő soraikból fognak kikerülni, és a saját törvényeik szerint élhetnek, amint azt a király Júda földjének is elrendelte. Az a három kerület, amely Szamáriából Júdához tartozik, tartozzék egészen hozzá annyira, hogy csak egy hatalom alatt álljon, és ne engedelmeskedjék másnak, mint a főpapnak. Ptolemájszt és környékét a Jeruzsálemi templomnak adományozom, a szenték költségeinek fedezésére. Személy szerint felajánlok évi 15 ezer ezüstsékelt a meghatározott helyekről befutó királyi jövedelemből. A tisztviselők minden fölösleget, amit még nem szolgáltattak be, mint az előző években mostantól adjanak oda a templom szükségleteire. Az 5000 ezüsségelt, amit a templom jövedelméből évente be kellene szolgáltatni, elengedem, legyen a szolgálatot ellátó papoké. Mindenki, aki Jeruzsálemben vagy bárhol az egész birodalomban a templomban menekül, mert vétett a király ellen vagy egyébként, mentességet kap minden évvel együtt az egész birodalomban. A templom fölépítésének és újjáalakításának költségeit a királyi kincstárból kell fedezni. Ugyanígy a királyi kincstárt terhelik a Jeruzsálem falai újraépítésének és megerősítésének költségei is, valamint egész Júdeában a falak helyreállításának költségei. Amikor Jonatán és a nép értesültek ezekről az ígéretekről, nem hittek nekik, és nem fogadták el őket. Mert eszükbe jutott az a nagy nyomorúság, amit Demetrius Izrára hozott, és amivel annyira sanyargatta őket. Alexanderrel tartottak, aki szemük látára ajándékokat hozott magával, és együtt harcoltak vele egész idő alatt. Alexander király nagy sereget gyűjtött, és Demetriusszal szemközt táborozott. A két uralkodó harcba szállt egymással. Demetrius serege menekült, Alexander üldözőbe vette és legyőzte. Makacó harcolt egészen napnyugtáig, Demetrius is elesett azon a napon. Akkor Alexander követet küldött Egyiptom királyához, Tolemeuszhoz ezzel a levéllel. Visszatértem országomba, elfoglaltam őseim trónját, és átvettem az uralmat. Legyőztem Demetriust, és birtokba vettem országunkat. Megütköztem vele, seregével egyetemben megsemmisítettük, és elfoglaltuk királyi székhelyét. Kössünk hát barátságot, Add hozzám feleségül a lányodat, hogy így rokonságba kerüljek veled. Elhalmozlak téged is, őt is hozzád méltó ajándékokkal. Ptolemausz király így válaszolt: Boldog az a nap, amelyen visszatértél őseidnek honába, és elfoglaltad trónjukat. Megadom, amit leveledben kértél, de gyere elém Tolemázba, hadd ismerkedjünk meg egymással. Aztán rokonságba lépek veled, amint kérted. Ptolemeusz és lánya Kleopátra elhagyták Egyiptomot, és a 162. esztendőben Ptolemaiszba mentek. Alexander király eléjük ment. Az átadta neki lányát Kleopátrát. Ptolemaiszban nagy pompával tartották az esküvőt, ahogy azt a királyok szokták. Akkor Alexander király írt Jonatánnak, hogy menjen el hozzá. Nagy pompával vonult Ptolemaiszba, és ott találkozott a két királlyal megajándékozta őket és bizalmas embereiket ezüsttel, aranyjal és egyéb ajándékokkal. Így elnyerte tetszésüket. Erre az istentelen emberek Izrából és a hite hagyottak, összeesküdtek, hogy vádat emelnek ellene. De a király ügyet sem vetett rájuk. Ellenkezőleg parancsot adott, hogy vetköztessék le Jonatánt és öltöztessék őt bíborba. Meg is tették. Akkor a király maga mellé ültette és azt mondta fő tisztviselőinek. Kísérjétek be a városba, és hirdessétek ki, senki nem eljen ellene semmiféle ügyben vádat emelni, és senki ne háborgassa. Amikor vádlói megtudták, hogy milyen megtiszteltetésben volt része, és hogy bíborba öltöztették, elmenekültek. A király magas kitüntetéseket adományozott neki, és bizalmas emberei sorába iktatta. Megtette vezérnek és helytartónak. Jonatán békében és boldogan tért vissza Jeruzsálembe. A 165. esztendőben Demetriusnak a fia, Demetrius Kréta szigetéről visszatért ősei földjére. Ez a hír aggodalommal töltötte el Alexandert, így visszament Antiókiába. Demetrius Apollonius tette meg Czöleszíria helytartójának. Ez nagy sereget gyűjtött, és Jamniánál táborozott. A következő üzenetet küldte Jonatánnak, a főpapnak. Te vagy az egyetlen, aki ellenünk lázadsz, miattad gúny és nevetség tárgya lettem. Miért nyúlsz fegyverhez ellenünk a hegyek közt? Ha bízol csapataidban, gyere le a síkságra, és mérjük össze erőinket. Mellettem vannak a városok haderői. Érdeklődj és majd megtudod, ki vagyok, és milyenek a segítségemre levő csapatok. Azt fogják neked mondani, nem tudtok nekik ellenállni, hiszen atyáidat is legyőzték kétszer is a saját földjükön. Most meg ekkora lovassággal és így töménytelen sereggel szemben, hogy állhatnátok helyt a síkságon, ahol nincs sehol egy kő, sehol egy kavics és semmiféle rejtek hely sem. Amikor Jonatán meghallotta Apollóniusz üzenetét, mélyen megrendült. Aztán kiválasztott tízezer férfit és elhagyták Jeruzsálemet. Testvére Simon csatlakozott hozzá, hogy segítségére legyen. Jobb előtt ütött tábort. A város lakói bezárták előtte a kapukat, mivel Apollónios helyőrsége volt Jobbéban. Onnan indítottak támadást, a város lakói megijedtek és megnyitották a kapukat. Így Jonatán elfoglalta Jobbét. Amikor Apollónios ennek hírét vette, kivonult ezer lovassal és töméntelen gyalogossal. Asdot felé vette az irányt, mintha arra akarna elvonulni bízva azonban rengeteg lovasában azon mód a síkságra nyomult. Jonatán Asdodik követte, és a két sereg összecsapott. Apollónius ezer lovast hátrahagyott egy rejtek helyen. Jonatán azonban észrevette háta mögött a tartalék sereget. Körülvették seregét, és reggeltől estig nyilaszták népét. Nép azonban helytált, amint Jonatán parancsolta, de azoknak lovai kimerültek. Most megérkezett Simon a csapataival, és megtámadta a gyalogságot, mivel a lovasság már kifáradt. Legyőzték őket úgy, hogy menekültek. A lovasság szétszélett a síkságon, majd asdodba menekültek, és báványuknak dágonnak templomában kerestek menedéket. Jonatán azonban felgyújtotta asdodot és a körülötte fekvő helységeket, és kifosztotta őket. Dágon templomát is felgyújtotta az oda menekült lovasokkal együtt a kard élén elhullottak és felgyújtottak száma, mint egy 8000 férfira rúgott. Innen elvonulva Jonatán aszkalonnal szemben ütött tábort. A város lakói kivonultak elé nagy pompával. Erre Jonatán és emberei gazdag zsákmányjal megrakodva visszatértek Jeruzsálembe. Amikor Alexander király hírét vette ezeknek az eseményeknek, még nagyobb tiszteletben részesítette Jonatánt. Küldött neki egy aranycsatot, amilyet a király rokonainak szoktak ajándékozni. Aztán neki adományozta akaront egész környékével együtt. Makabeusok első könyve 11. fejezet Egyiptom királya hatalmas sereget összegyűjtött, oly töménytelent, mint a tenger partján a föveny, és ráadásul rengeteg hajót is. Csellel meg akarta szerezni Alexander birodalmát, hogy aztán a magáéhoz csatolja. Ezért békét ígérve érkezett Szíriába. A városok megnyitották előtte kapuikat, és eléje mentek, mert Alexander király elrendelte, hogy fogadják, hiszen az apósa volt. Mihelyt bevonult a városokba, Ptolemaus helyőrséget rendelt seregéből minden városba. Amikor Asdodba ért, megmutatták neki dágon kiégetett templomát, asdodnak és a környékbeli helységeknek romjait, valamint a szerteheverő holttesteket és azoknak az elszenesedett maradványait, akiket Jonatán elégetett a harcok során, mivel halomba rakták őket a király útja mentén. Elbeszélték a királynak, amit Jonatán véghez vitt, hogy így rossz színben tüntessék fel. A király azonban hallgatott. Jonatán nagy pompával látogatást tett Jobbéban a királynál üdvözölték egymást, és egész éjjel ott maradtak. Aztán Jonatán elkísérte a királyt egészen az Eleuterus folyóig, majd visszatért Jeruzsálembe. Ptolemausz hatalmába kerítette a partvidék minden városát, egészen a tenger mellett fekvő Szeleukiáig. Gonosz terveket szőtt Alexander ellen. Követeket küldött Demetrius királyhoz ezzel az üzenettel. Nos, kössünk szövetséget egymással. Neked adom lányomat, aki most Alexander felesége. Aztán uralkodhatsz atyád egész birodalmán. Mert megbántam, hogy hozzáadtam a lányomat, mivel az életemre tör. Így gyalázta csak azért, mert vágyott a birodalmára. Elvitte a lányát és hozzáadta Demetriushoz. Így törésre vitte a dolgot Alexanderrel. Ellenségességük nyilvánvalóvá vált. Ptolemausz bevonult Antiókiába, és föltette Ázsia diadémját. Így két diadémot viselt a fején, az egyiptomit és az ázsiait. Alexander király akkor tájt Kilikiában tartózkodott, mivel annak a vidéknek a lakói lázadoztak. Amikor Alexander értesült a dologról, hadat indított ellene. Tolemaus is kivonult nagy sereggel, szembeszállt vele, és legyőzte. Alexander Arábiába menekült, hogy ott védelmet keressen. Így Ptolemaus király lett a győztes. Az arab Zabdiá fejét vette Alexandernek, és elküldte Ptolemausnak. Három napra rá Ptolemaus is meghalt. Az erődőkbe telepített helyőrséget a lakosság megölte, így a 167. esztendőben Demetrius jutott uralomra. Abban az időben Jonatán egybegyűjtötte Júda a lakóit Jeruzsálem várának elfoglalására. Rengeteg ostromgépet állítottak fel. Erre néhány hitehagyott férfi, aki gyűlölt a saját népét, fölkereste a királyt és jelentette neki, hogy Jonatán ostrom alá vette a várat. Ennek hallatára az haragra lobbant, ment, és írt Jonatánnak, hogy szüntesse be az ostromot, és azonnal menjen Ptolemaizba tárgyalást kezdeni. Amikor Jonatán ezt meghallotta, parancsot adott a vár ostromának folytatására. Aztán kiválasztott néhányat Izrael vénei és a papok közül, és vállalta a kockázatot. Vidd magával ezüstöt, aranyat, palástokat és mindenféle más ajándékot is. Elment a királyhoz Ptolemaisba, és elnyerte a kegyét. Igaz a népből néhány hitehagyott vádaskodott ellene, de a király úgy bánt vele, mint elődei. Bizalmasai szemelátára megtiszteltetésben részesítette, Megerősítette főpapi méltóságában és minden eddigi tisztségében, aztán bizalmas emberei közé sorolta. Jonatán adómentességet kért Júdea és Szamária három kerülete számára. Ennek ellenében ígért háromszáz talentumot. A király beleegyezett, és minden föltételekről ezt a levelet adta Jonatánnak. Demetrius király üdvözletét küldi testvérének, Jonatánnak és a zsidók népének. Megküldjük ennek a levélnek a másolatát, amelyet rokonunknak, lasztenésznek írtunk ügyetekben, hogy tudomást szerezzetek róla. Demetrius király üdvözletét küldi atyának, lasztenésznek. Elhatároztuk, hogy a zsidó népnek, amely barátunknak és hű szövetségesünknek bizonyult, irántunk tanúsított hűségéért hálából kedvezményeket nyújtunk átengedjük nekik Júdeának, valamint a három kerületnek, Aferemának, Liddának és Ramatáinnak a területét. Szamáriának ezek a részei legyenek Júdeái mindazzal egyetemben, ami hozzájuk tartozik. Azok javára, akik Jeruzsálemben áldozatot mutatnak be, a királynak járó beszolgáltatás fejében, ahelyett, amit a király a földek és a fák terméséből eddig évről évre beszedett. Ami tizedben és vámban megilleti, arról mától kezdve mind lemondunk. Ugyanígy a sóadóról és a koronaadóról is. Mindenről lemondunk a javatokra. És ezekből nem vonunk vissza semmit, sem ma, sem máskor. Készítsetek erről egy másolatot, és adjátok át Jonatánnak. Aztán tegyétek ki a Szent Hegyen, egy jól látható helyen. Amikor Demetrius király látta, hogy birodalmában nyugalom van, és többé senki nem szegül neki ellen. Az idegen zsoldosok kivételével, akiket a pogányok lakta szigeteken toborzott, hazabocsátotta csapatait. Ez elégedetlenséget váltott ki a csapatokból, amelyek már apja idejében is szolgáltak. Alexandernek egy régi híve, Trifon észrevette, mennyire zúgolódnak a csapatok Demetrius ellen. Ezért elment az arab Jamlekuhoz, aki Alexander fiát Antiochus nevelte unszolta bízza kezére, hogy majd apja helyett átverse az uralmat. Egyszer, mint tájékoztatta mindenről, amit Demetrius elrendelt, és az elégedetlenségről is, ami úrá lett a csapatain. Sokáig nála maradt. Akkoriban Jonatán követeket küldött a királyhoz, hogy vonja vissza a Jeruzsálemi várból, valamint a többi erődből is a helyőrséget, mert nyugtalanítják Izraelt. Demetrius ezt a választatta Jonatánnak. Nem csak ezt teszem meg neked és népednek, hanem ezen felül még tisztségekkel is elhamozlak téged is, népedet is, mihelyt megfelelő alkalmat találok rá. De most jól tennéd, ha embereket küldenél nekem, hogy segítségemre legyenek a harcban, mivel egész haderőm elpártolt tőlem. Jonatán tehát küldött neki háromezer derék katonát Antiókiába. Amikor megérkeztek a királyhoz, az örült jövetelüknek akkoriban a város lakói összegyűltek a város központjában, mint egy 120 ezer férfi, és meg akarták ölni a királyt. A király palotájába menekült. A város lakói megszállták az utcákat és támadást indítottak. Demetrius a zsidókhoz folyamodott segítségért. Mindegy szállik köré sereglettek, szétszélettek az egész városban, és azon a napon, mint egy százezer férfit megöltek. Aztán felgyújtották a várost, gazdag zsákmányra tettek szert, és megmentették a királyt. Amikor a város polgárai látták, hogy a zsidók teljesen a város fölé kerekedtek, elvesztették bátorságukat, és a királyhoz folyamodtak. Nyújts nekünk jobb jobbodat, hogy a zsidók felhagyjanak az ellenünk és a város ellen vívott harccal. Eldobálták a fegyvert, és békét kötöttek. A zsidók pedig hírnévre tettek szert a király és a birodalom minden lakója előtt nevet szereztek maguknak a birodalomban, aztán gazdag zsákmánya megrakottan visszatértek Jeruzsálembe. Amikor újra elfoglalta birodalma trónját, és ismét béke honolt a birodalomban, Demetrius minden ígéretét megszegte. Ellenségessé vált Jonatánnal szemben, nem hálálta meg szolgálatait, ellenkezőleg nagyon is szorongatta. Akkor történt, hogy Trifon visszatért a gyermek Antiókusszal, megtette királynak, diadémot tett a fejére. Mind köré gyűltek azok a csapatok, amelyeket Demetrius elbocsátott. Harcoltak ellene, úgyhogy kénytelen volt menekülni, és le is győzték. Trifon hatalmába kerítette az elefántokat, és elfoglalta Antiókiát. Akkor az ifjú Antiókusz a következő levelet írta Jonatánnak. Megerősíterek a főpapi tisztségben, és átengedem neked a négy kerületet. Tartozz a király bizalmasai közé. Egyszer, s mint aranytálakat és asztali edényeket is küldött neki, aztán felhatalmazta rá, hogy aranyserlekből igyék, bíborba öltözzék, és aranycsatot viseljen. Testvérét Simont megtette hadvezérnek, Tílus lépcsőjétől egészen Egyiptom határáig. Jonathan kivonult és bejárta a folyón túli vidékeket és a városokat. Az egész szíriai sereg csatlakozott hozzá, segítségre készen. Amikor aszkalomba érkezett a város lakói, tisztelettel fogadták. Onnit gázába vonult. Mivel gáza lakói bezárták előtte a kapukat, ostrom alá fogta, a környező helységeket pedig felgyújtotta és kifosztotta. Erre Gáza lakói könyörögtek Jonatánnak, és ő békét is kötött velük, de a tekintélyes emberek fiait elvitte és Jeruzsálembe küldte őket. Aztán végigvonult a vidéken egészen Damaszkuszig. Akkor Jonatán hírét vette, hogy Demetrius hadvezérei hatalmas sereggel Galileában táboroznak kedes mellett, azzal a céllal, hogy megfosszák a hatalmától. Ezért hadba vonult ellenük, testvérét Simon pedig az országban hagyta. Simon Betkúra szemben ütött tábort, sokáig ostromolta és körül is zárta. Erre azok békét kértek tőle, ő pedig kezet nyújtott nekik, de elűzte őket onnan. Elfoglalta a várost, majd őrséget rendelt oda. Jonathan Gennezár tavánál ütött tábort a seregével, kora reggel indultak hakor síksága felé. Egyszer csak egy pogány sereg közeledett velük szemben a síkságon, előzőleg elrejtettek Jonatán ellen egy csapatot a hegyek közt. És míg a sereg egyenesen a zsidóknak rontott, a csapat kitört a rejtek helyről, és belevetette magát a küzdelembe. Jonatán emberei mind menekültek, csak a csapatok vezérei, Absalom fia, Mattatiás és Halfi fia Júdás tartottak ki vele. Erre Jonatán megszaggatta ruháját, hamutsorta a fejére és imádkozott. Aztán fölvette velük a harcot, legyőzte őket úgy, hogy menekültek amikor azok az emberek, akik mellőle elmenekültek, ezt észrevették, visszatértek hozzá, és egészen kedvesig üldözték az ellenséget, ahol a tábora volt, és ahol maguk is táboroztak. Azon a napon, mint egy háromezer férfi elesett a pogányok közül, Jonatán pedig visszatért Jeruzsálembe. 12. fejezet Amikor Jonatán alkalmasnak találta az időt, embereket keresett, elküldte őket Rómába, hogy a barátsági szerződést megerősítse és megújítsa velük. Spártába ment és más helyekre is küldött hasonló tartalmú leveleket. Elmentek Rómába, megjelentek a szenátusban, és előadták. Jonatán főpap és a zsidók népe küldött bennünket, hogy a korábbi barátságot és szövetséget megújítsuk. Erre ellátták őket a helység előjáróihoz intézett levelekkel, hogy biztonságban visszatérhessenek Júda földjére íme annak a levélnek a mása, amelyet Jonatán a spártaiaknak írt. Jonatán főpapa nép tanácsa, a papok és a zsidók népe üdvözletét küldi testvéreinek, a spártaiaknak. Már azelőtt is kapott Oniász főpap leveleket királyoktól, Areiosztól, hiszen testvéreink vagytok. Oniász tisztelettel fogadta a követeket és átvette a levelet, amelyben szövetségről és barátságról volt szó. Nincs ugyan rá szükségünk, hiszen vannak szent könyveink, amelyekből vigasztalást meríthetünk, mégis elküldjük követeinket, újítsák meg veletek a barátságot és a testvériséget, nehogy elidegenüljünk tőletek. Mert azóta, hogy írtatok nekünk, már nagy időt állt el. De azóta is mindig megemlékezünk rólatok ünnepeinken és más arra való napokon, amikor áldozatot mutatunk be és imádkozunk, ahogy helyén való és illő is megemlékezni a testvérekről, örülünk hírneveteknek. Bennünket sok szorongattatás és háborúság vett körül, mert a királyok körülöttünk megtámadtak minket. De nem akartunk sem nektek, sem többi szövetségesünknek és barátainknak a terhetekre lenni ezekkel a háborúskodásokkal. Mert mellettünk volt az ég segítsége, így megmenekültünk ellenségeinktől. Nekik pedig megaláztatásban volt részük. Kiválasztottuk Antiochus fiát, Numenioszt, meg Jázon fiát, Antipatert, és elküldtük a rómaiakhoz, újítsák meg velük a korábbi barátságot és szövetséget. De meghagytuk nekik, hogy hozzátok is menjenek el, benneteket is üdvözöljenek, és nektek is vigyenek levelet, testvériségünk felújítása véget. Jól tennétek, ha válaszolnátok rá. Íme annak a nevélnek a mása, amelyet Oniásznak küldtek. A spártaiak királya, Areios üdvözletét küldi Oniás főpapnak egy írásban nyomára bukkantak annak, hogy a spártaiak és a zsidók testvérek Ábrahám nemzetségéből származnak. Mint hogy ezt tudjuk, jól tennétek, ha értesítenétek, hogy létetekről. Mi pedig azt válaszoljuk nektek. Jó szágatok, amitek van, a milyen kis, a mi vagyonunk, meg a tiétek is. Akkor Jonatán hírét vette, hogy Demetrius vezérei visszatértek, egy még nagyobb sereggel, mint azelőtt, hogy hadat indítsanak ellene. Erre elindult Jeruzsálemből és kivonult eléjük Hamat vidékére, mert nem akarta, hogy módjuk legyen rátörni országára. Hírszerzőket küldött táborukba, ezek visszatértek és jelentették, hogy éjszaka támadást terveznek. Amikor tehát a nap lenyugodott, Jonatán parancsot adott embereinek, hogy maradjanak ébren, és egész éjjel legyenek fölfegyverkezve, harcra készen a tábor köré őröket állított. Amikor az ellenség megtudta, hogy Jonatán és emberei készen állnak a harcra, megijedtek és elvesztették bátorságukat. Tábortüzet gyújtottak és elvonultak. De Jonatán és emberei egész reggelig nem vették észre, hiszen égtek a tábortüzek. Akkor azonban üldözőbe vette őket Jonatán, de már nem tudta őket utolérni, mert már átkeltek az Eleuterus folyón. Erre Jonatán az abadiaiaknak nevezett arabok ellen fordult. Legyőzte és kifosztotta őket. Aztán elindult és Damaszkuszba ment, átvonult az egész országon. Simon is kivonult Aszkalon és a közelében fekvő erődök ellen intézett támadást. Utána Jópe felé vette útját és el is foglalta. Hallotta ugyanis, hogy ki akarták szolgáltatni az erődött Demetrius embereinek. Őrséget helyezett oda, hogy védelmezzék. Hazatérve Jonatán összehívta a nép véneit és megtanácskozta velük a júdeai erődök ügyét, azt, hogy magasabbra húzzák Jeruzsálem falait, és hatalmas falat emelnek a vár és a város közé, hogy a várat elkülönítsék a várostól, hadd legyen elszigetelve, hogy az ottaniak sem venni, sem eladni ne tudjanak. Összefogtak a város felépítésére. Amikor a keleti részen a pataknál egy darabon ledölt a fal, kijavították és elnevezték, karenatának. Simon Adidát építette fel a síkságon, megerősítette és ellátta kapukkal és zárakkal. Trifon azt tervezte, hogy Ázsia fölött megszerzi az uralmat, diadémot tesz a fejére és kezet emel Antiochus királyra. Félt azonban, hogy Jonatán ezt nem fogja tűrni, hanem harcba száll vele. Ezért ürügyet keresett rá, hogy elfogja és megölje. Ezért elindult és elment Bethsámba. Jonatán 40 ezer válogatott harcosból álló sereggel vonult fel ellene, ő is becsámba ment. Amikor Trifon látta, milyen nagy sereggel érkezett, óvakodott kezet emelni rá. Tisztelettel fogadta, bemutatta barátainak, elhamozta ajándékokkal, majd meghagyta barátainak és katonáinak, hogy úgy engedelmeskedjenek neki, mint saját magának. Aztán így szólt Jonatához. Miért fárasztottad ide egész népedet, mikor nincs köztünk háború? Küldőket őket haza, de elő válasz ki magadnak néhány embert kíséretül. Aztán gyere el velem Tolemaisba, átengedem neked a többi erőddel és helyőrséggel, valamint az összes tisztviselővel együtt. Aztán megfordulok és visszamegyek, mert ezért jöttem ide. Jonatán hit neki, úgy tett, mint javasolta, elbocsátotta csapatait, és azok vissza is tértek Júdeába. Csak 3000 férfit tartott vissza, de közülük 2000 et Galileában hagyott, így mindössze ezer férfi kísérte. Mihelyt Jonatán bevonult Ptolemaiszba, a ptolemaisziak bezárták a kapukat, elfogták, kísérőit pedig kardérre hányták. Aztán Trifon csapatokat és lovasokat küldött Galileába, és a nagy síkságra azzal, hogy megsemmisítsék Jonatán csapatait de amikor ezek meghallották, hogy Jonatánt embereivel együtt ejtették és megölték, kölcsönösen bátorították egymást, csatasorba álltak készen a harcra. Amikor üldözőik látták, hogy kockáztatják az életüket, visszafordultak. Így valamennyien visszatértek Júda földjére. Elsíratták Jonatánt és embereit, és nagyon féltek. Egész Izrael nagy gyászt tartott. Körülöttük a pogány népek mind azon voltak, hogy kiírtsák őket. Azt mondták, nincs többé vezérük és segítőjük. Rajta támadjuk meg őket, és még emlékezetüket is írjuk ki az emberek közül. 13. fejezet Simon hírét vette, hogy Trifon hatalmas sereget gyűjtött, és be akar nyomulni Júda földjére, és el akarja pusztítani. De látta, hogy a nép retteg és fél, ezért elment Jeruzsálembe, összegyűjtötte a népet, és bátorítva őket így beszélt hozzájuk. Magatok is tudjátok, mit tettek, testvéreim, és atyám háza a törvényért és a szentéért, mennyi harcot és szorongattatást vállaltak. Minden testvérem meghalt Izraelért, csak én maradtam élve. Így távol legyen tőlem, hogy a szükség idején kíméjem életemet. Én sem vagyok jobb testvéreimnél. Ellenkezőleg bosszút állok népemért, a szentéért, asszonyainkért és gyermekeinkért. Mert a pogány népek mind összefogtak hogy gyűlöletükben kiírtsanak bennünket. E szavak hallatára újra fölébredt a nép bátorsága. Hangosan fölkiáltottak, te vagy a vezérünk, Júdás és testvéred, Jonatán helyett. Vezes bennünket harcra, megteszünk mindent, amit parancsolsz. Erre összegyűjtötte a fegyverforgatásra alkalmas férfiakat, sürgősen fölépítette Jeruzsálem falait, és körös körül megerősítette, Absalom fiát, Jonatánt, nagy sereggel Jobbéba küldte. Az elűzte onnan az ott lakókat, és megvetette benne lábát. A trifon elindult egy nagy sereggel hogy betörjön Júda földjére. Jonatán is vele volt fogolyként. Simon a síkság szélén Adidánál ütötte fel táborát. Amikor Trifon meghallotta, hogy Simon testvére Jonatán helyére lépett, és készen áll, hogy harcba szálljon vele, követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Amiatt a pénz miatt fogtuk el testvéredet Jonatánt, amivel a királyi kincstárnak tartozik, a tisztsége fejében. Küldj száz ezüst talentumot, és fiai közül kettőt túsznak, nehogy szabadon bocsátása után ellenünk forduljon. Akkor szabadon elengedjük. Simon észrevette ugyan, hogy Lappang szavai mögött mégis elküldött a pénzért és a fiúkért, nehogy magára vonja a nép gyűlöletét. Akkor azt mondanák, nem küldtem el neki a pénzt, és a fiúkat azért pusztult el. Tehát elküldte a fiúkat és a száz talentumot. De Trifon megszegte szavát, és Jonatánt nem engedte szabadon. Ellenkezőleg. Trifon elindult, hogy behatoljon Júda földjére, és elpusztítsa. De kerülőutat utat tettek Adora felé. Simon minden helységben szembeszállt vele, csapataival, ahová csak bevonult. A vár őrsége követeket küldött Trifonhoz, hogy sürgessék, siessen oda a pusztán át, és küldjön nekik élelmet. Erre Trifon egész lovasságát útnak akarta indítani, de azon az éjszakán sok hó esett, így nem tudott segítségükre sietni. Ezért elindult, tábort bontott, és kilát felé vette az irányt. Baszkam a közelében megölette Jonatánt. Ott is temették el. Aztán Trifon megfordult és visszatért hazájába. Simon elküldött és elhozott a testvérének Jonatánnak a csontjait. Modinban, atyái városában temette el. Egész Izrael nagy gyászsal síratta és sok napig gyászolta. Simon atya és testvérei sírján síremléket emelt, olyan magasat, hogy messziről látszott előről és hátulról és csiszolt kövekből készült. Aztán hét piramist emelt, egyet a többivel szemközt, az apjának, aztán az anyjának és a négy testvérének. Végül támaszfalat csatolt hozzájuk, körülvette őket magas oszlopokkal. Az oszlopokra örök emlékezetül fegyverdíszeket, és a fegyverek mellé hajókat vésetett, hogy mind láthassák a tengeren járók. Ezt a síremléket emelte Modinban, máig is áll. Trifon álnokul bánt a fiatal királyal Antiochusszal és megölte. Átvette helyette a hatalmat, föltette Ázsia diadémiát és nagy bajt hozott az országra. Simon azonban fölépítette az erődöket Júdeában, ellátta őket magas bástyákkal, erős falakkal, kapukkal és zárakkal, aztán élelmet vitetett az erődökbe majd férfiakat választott Simon, és elküldte őket Demetrius királyhoz, hogy adjon haladékot az országnak, mert Trifon egész működése rablásból állt. Demetrius király kedvező üzenetet küldött, ezt a levelet írt a válaszul. Demetrius király üdvözletét küldi Simon főpapnak, a királyok barátjának, valamint a véneknek és a zsidók népének. Megkaptuk az aranykoszorút és a pálmaágat, amit küldtetek, és készen vagyunk rá, hogy teljes békét kössünk veletek. Majd írunk a tisztviselőknek, hogy adjanak nektek haladékot. Minden, amit kilátásba helyeztünk néktek, érvényben marad. Az erődöket is megtarthatjátok, amelyeket építettetek. Megbocsátjuk mind a mai napig minden tévedéseteket és védketeket. A koronadót, amivel tartoztok, és azokat a szolgáltatásokat, amelyek Jeruzsálemet még terhelik, mind elengedjük. Ha pedig Akadnának néhányan, akik közületek be akarnak állni a testőrségbe, azokat be kell sorozni. Legyen közöttünk békesség! A 170. esztendőben lekerült Izrálról a pogányok igája. A nép ezt kezdte írni az iratokban és a szerződésekben. Simonnak, a nagy főpapnak, a zsidók vezérének és fejedelmének első esztendeiben. Azokban a napokban Simon Gézer előtt ütötte fel táborát, és körülzárt a csapataival. Ostromtornyot épített, és a városhoz vitette. Az egyik bástyán rést ütött, és elfoglalta. Az ostromtorony őrsége behatolt a városba, ott nagy nyugtalanság támadt. A város lakói az asszonyokkal és a gyerekekkel együtt felvonultak a falakra. Megszaggatták ruhájukat, hangosan jajgattak, és könyörögtek Simonnak, nyújtson nekik béke jobbot. Ne bány velünk gonosz tetteink, hanem irgalmasságot szerint. Simon kiengesztelődött és nem folytatta tovább a harcot, de kiutasította őket a városból és megtisztította a házakat, amelyekben bálványok voltak. Aztán háladó és dicsőítő énekek kíséretében megtartotta bevonulását. Eltávolított mindent, ami tisztátalan volt, és olyan férfiakat telepített oda, akik megtartották a törvényt még jobban megerősítette az erődöt, és magának is berendezett ott egy házat. A Jeruzsálemi vár őrségének megtiltotta, hogy ide-oda járjanak az országban, adjanak és vegyenek, ezért nagy hiányt szenvedtek, és sokan éhá haltak közülük. Akkor Simonhoz fordultak, nyújtson nekik béke jobbat. Megadta nekik, de elkergette onnan őket, és megtisztította a várat minden tisztátalanságtól a 171. esztendő második hónapjának 23. napján megtartották bevonulásukat, újongással, pálmaágakat lengetve, citera, cintányér, hárfa, háladó és dicsőítő énekek kíséretében. Mert gonosz ellenség pusztult ki Izrába, Elrendelte, hogy ezt a napot minden esztendőben örömünnepként ünnepeljék. Aztán megerősítette a templomdombon a vár melletti erődöt, és ott lakott övéivel együtt. Amikor Simon látta, hogy a fia János érett férfi lett, megtette az egész haderő parancsnokává, és János kézerben telepedett le. 14. fejezet a 172. esztendőben Demetrius király összegyűjtötte csapatait, és médiába vonult, hogy segítséget szerezzen magának a Trifon elleni harchoz amikor Perzsia és Média királya Arszakesz meghallotta, hogy Demetrius betört a területére, üzent egyik vezérének, hogy fogják elélve. Ez kivonult, legyőzte Demetrius seregét, őt magát pedig elfogta, és Arszakesz elé vitte, aki aztán fogságba vetette. Nyugalom volt az országban, amíg csak élt Simon. Népe javára törekedett, újjongtak hatalmán és nevén minden időben. Dicsőségét megtetézve megszerezte pét, kikötőnek, utat nyitott a tenger szigeteihez, kiterjesztette népe határait, birtokba vette az országot, rengeteg foglyot hazavezetett, elfoglalta Gézert, Betkurt és a várat kiszorta belőle az utálat tárgyát. Nem tudott neki senki ellenállni, békében művelhették földjüket, a föld meghozta termését, és a fa is a mezőn a gyümölcsöt. Az öregek az utcán üldögéltek, mind a létről beszéltek. A fiatalok hírrel névvel ékes hadi öltözéket viseltek. A városokat ellátta élelemmel, erős erődökké építette ki. Nevét dicsérve emlegették egészen a föld határáig. Békét szerzett az országnak, Izrael örömtől újjongott. Mindenki szőlője és fügefája árnyékában ült, nem volt, aki rettegést keltett. Ellenség nem háborgatta őket az országban, királyokat győztek le abban az időben. Gyámola volt népe elesetjeinek, és kiirtotta a gonoszokat és a hitszegőket. Megtartotta a törvényt, új fényt szerzett a templomnak, és gyarapította a fölszerelését. Amikor Rómában és Pártában megtudták, hogy Jonatán meghalt, nagy szomorúság támadt. De aztán hírét vették, hogy testvére Simon lett helyette a főpap, ő uralkodik az országon és a városokon. Így írtak neki ért hogy megújítsák vele a barátságot és a szövetséget, amelyet testvéreivel, Júdással és Jonatánnal kötöttek. Felolvasták az egybegyűjtött nép előtt Jeruzsálemben. Ez annak a levélnek a másolata, amelyet a spártaiak küldtek. A spártaiak előjárói, és az egész város üdvözletüket küldik Simon főpapnak, a véneknek, a papoknak és a zsidók népének. A követek, akiket küldtetek, beszámoltak dicsőségetekről és hírnevetekről. Örültünk a hírnek. Jelentésüket beiktattuk a nép határozatai közé a következőképpen. A zsidók küldöttei Antiochus fia Numenius és Jázon fia Antipater eljöttek, hogy megújítsák velünk a barátságot a nép úgy határozott, hogy ezeket az embereket tiszteletteljes fogadtatásban részesíti. Jelentésük másolatát meg besorolja az állam iratai közé, emlékeztetőnek a spártai nép számára. Simon főpapnak is készítünk róla egy másolatot. Simon ezután Rómába küldte Numeniuszt, egy ezer mina értékű aranypajzsal, hogy újítsa meg velük a szövetséget. Amikor a nép ezekről az eseményekről értesült, ezt mondta. Hogyan köszönjük ezt meg Simonnak és fiainak? Mert ő is testvérei is, atyának egész háza bátor embereknek bizonyultak. Visszaverték Izrael ellenségeit, és biztosítottak neki a szabadságot. táblákra vésték, és a Sion hegyén helyezték el oszlopokon. A felirat másolata így hangzik. A 172. esztendő elul hónapjának 18. napján Simon főpap harmadik évében. Azarámelben a papoknak és a népnek, az előjáróknak, valamint az országvéneinek nagy gyülekezetében tudtunkra adták a következőket. Azokban a harcokban, amelyek országunkban dúltak. Joárib fiainak egy utóda, Mattatiásnak a fia, Simon, valamint testvérei kockáztatták életüket és ellenálltak az ellenségnek, hogy megoltalmazzák szentélyüket és törvényüket. Ezzel egy hírnevet szereztek népünknek. Jonatán összefogta a népet, és a főpapja volt mindaddig, míg meg nem tért népéhez. Ekkor ellenségei be akartak hatolni az országba, hogy pusztává tegyék földjét, és rátegyék a kezüket a szentére de föllépett Simon és harcolt a népért. Javainak jó részét felajánlotta, hogy legyen miből népe csapatait fölfegyverezni és fizetni. Megerősítette Júda városait és Júde a határánál Betkurt, amely azelőtt az ellenségnek szolgált erődül, és zsidó katonákat helyezett oda őrségnek. Jobbe kikötővárost is megerősítette továbbá Asdod határában Gézelt, ahová azelőtt az ellenség fészkelte be magát, és zsidókat telepített oda, ellátva őket mindennel, amire csak szükségük volt. Amikor a nép látta Simon hűségét és a hírnevet, amelyet népének szerzett, megtették vezérnek és főpapnak, ezekre az érdemekre való tekintettel, továbbá igazságosságáért és népe iránt tanúsított hűségéért, végül mert mindent megtett azért, hogy népét fölemelje. Az ő idejében az ő segítségével sikerült kiirtani a pogányokat az országból, és ugyanígy azokat az embereket is, akik Dávid városában, Jeruzsálemben állomásoztak. Várat építettek maguknak, innen támadásokat indítottak, megszentségtelenítették a szenték környékét, és súlyosan sértették a szentséget. Zsidókat telepítettek oda, és megerősítette az ország és a város védelmére. Jeruzsálem falait is magasabbra emelte, így Demetrius király megerősítette a főpapi tisztségben, barátai közé sorolta és nagy kitüntetésekben részesítette. Mert hallotta, hogy a rómaiak barátaiknak és testvéreiknek tekintik a zsidókat, és Simon követeit tisztelettel fogadták. Ezért elhatározták a zsidók és a papok, hogy Simon legyen a fejedelmük és a főpapjuk, míg föl nem lép egy hitelt érdemlő próféta. Ő legyen a vezérük is. Viselje gondját a szentének, rendeljen tisztviselőket az ország, a sereg és az erődök ügyeinek intézésére, és gondoskodjék az Isten tiszteletről. Parancsának mindenki köteles engedelmeskedni: az országban minden iratot, oklevelet az ő nevében kell kiállítani. Viselhet Bíbort és Aranyat. Senkinek sem szabad a népből vagy a papok közül ezekből valamit is érvénytelennek nyilvánítani, vagy parancsainak ellene szegülni, tudta nélkül az országban gyűlést tartani, bíbort ölteni vagy díszül arancsatot viselni. Aki ezek ellen vét vagy valamit nem tart meg, büntetést érdemel. Az egész nép hozzájárult ahhoz, hogy Simon ezek szerint járjon el. Simon elfogadta és beleegyezett, hogy átvegye a főpapi tisztséget, és hogy a zsidók és a papok fejedelme legyen, s minnyájuk élén álljon. Elhatározták, hogy ezt az iratot érc táblára vésik, és a templom falán helyezik el, egy jól látható helyen. Ugyanakkor a kincstárban is elhelyeznek egy másolatot, hogy Simonnak és fiainak kéznél legyen. 15. fejezet Demetrius király fia Antiókusz levelet küldött a tenger szigeteiről a zsidók papjának és a fejedelmének, Simonnak és az egész népnek. Így szólt Antiókusz király üdvözletét küldi Simon főpapnak és fejedelemnek, meg a zsidók népének. Némely gonosztevők hatalmukba kerítették őseink birodalmát, de én elhatároztam, hogy magamhoz ragadom a hatalmat és helyreállítom, ahogy régen volt. Ezért csapatokat gyűjtöttem és hajókat szereztem. Azt tervezem, hogy partra szállok és megbüntetem azokat, akik pusztává tették országunkat, és sok város leromboltak birodalmamban. Nos, megígérem, hogy az adókat elengedem, mégpedig mindazokat, amelyeket az előző királyok is elengedtek, és megadom azokat a kiváltságokat is, amelyekben részesítettek. Megengedem, hogy törvényes pénzt veres országodnak, Jeruzsálem és a Szentély szabad legyen, Tartsd meg fegyvereidet, amelyeket szereztél, és erődeidet is, amelyeket építettél, és amelyek a kezeden vannak. Elengedem minden tartozásodat, amivel a királyi kincstárnak tartozol, és minden adódat is, ami a jövőben járna tőled a koronának, mostantól egyszer és mindenkorra. Mi helyreállítjuk uralmunkat, téged és népedet is, a szentét is nagy megtiszteltetésben részesítjük, úgy, hogy dicsőségetek az egész földön ismeretessé válik. A 174. esztendőben Antiochus bevonult ősei földjére. A csapatok mind mellé álltak, csak kevés maradt hű Trifonhoz. Antiochus üldözőbe vette, és Trifon a tenger melletti dorába menekült. Mert ráébredt, hogy utolérte a baj, csapatai is elhagyták. Antiochus 120 ezer gyalogossal és 8 ezer lovassal ostrom alá vette dorát minden oldalról körülzárta a várost. A hajók a tenger felől támadtak, így a szárazföld és a tenger felől is szorongatta a várost. Nem mehetett senki sebe, seki. Numenius és kísérői visszatértek Rómából, hozták a királyoknak és országoknak szóló leveleket. Ez volt bennük. A római konzul Lucius üdvözletét küldébb Ptolemaus királyának. Fölkerestek a zsidók követei, mint barátok és szövetségesek, hogy a korábbi barátságot és szövetséget megújítsák velünk. Simon főpap és a zsidók népe küldte őket, és hoztak egy ezer minát érő aranypajzsot. Elhatároztuk tehát, hogy írunk a királyoknak és az országoknak, ne ártsanak nekik, ne vezessenek hadat ellenük, országuk és városaik ellen, sem ellenségeikkel ne kössenek szövetséget. Azt is elhatároztuk, hogy elfogadjuk a pajzsot ha tehát valamely gonosztevő országukból hozzátok menekül, adjátok ki Simon főpapnak, hogy a törvényük szerint megbüntethesse. Ugyanígy ért Demetrius királynak, Attalusnak, Ariaretesnek és Arsakesnek, meg minden országnak, Szamszaménak, a spártaiaknak, Delosznak, Mindosznak, Szikionnak, Kriának, Szamosznak, Panfiliának, Likiának, Halikaranásznak, Rodosznak, Fazelisznek, Kosznak, Szidének, Aradosznak, Gortinának, Knidosznak, Ciprusnak és Kirenének. Simon főpapnak is készítettek egy másolatot. Antiochus király Dorában a város szélén táborozott, s újabbnál újabb csapatokat rendelt oda, ostromgépeket épített és körülzárt a trifont úgyhogy nem tudott senki se bemenni, se kijönni. Simon küldött neki segítségű 2000 válogatott katonát, ezüstöt, aranyat és hadi de nem akarta elfogadni, hanem megtagadott mindent, amiben korábban megállapodtak, és ellenségessé vált irányában. Aztán elküldte egyik barátját, Atenobiuszt hozzá, hogy tárgyaljon vele. Ezt üzente. Elfoglaltátok jobbét, Gézert és Jeruzsálem várát, jól lehet, ezek a városok az én birodalmamhoz tartoznak. Környéküket pusztává tettétek, nagy rombolást hoztatok az országra, sok helységet megszállva tartatok birodalmamban. Adjátok tehát vissza ezeket a városokat, amelyeket elfoglaltatok, és ugyanígy azoknak a helységeknek az adóját is, amelyeket Júda határain túl eltulajdonítottatok egyébként 500 ezüst talentum jár értük, és további 500 ezüst talentum az általatok okozott károkért és a városok adója fejében, de ha nem teszitek háborút, indítunk ellenetek. Atenobius, a király barátja Jeruzsálembe érkezett de amikor látta Simon hatalmát, az arany és ezüst edényekkel megrakott asztalt és a pompát, ami övezte, elámult. Aztán előadta a király követeléseit. Simon így válaszolt. Nem vettünk el sem idegen földet, sem idegen javakat, csupán atyáink örökségét szereztük vissza, amelyet ellenségeink egy időben igazságtalanul megszálltak. Megragadtuk az alkalmat, és most ragaszkodunk atyáink örökségéhez, ami pedig a jobbéra és gézára vonatkozó követeléseidet illeti. Sok bajt okoztak népünknek, és pusztították határainkat, de azért felajánlunk értük száz talentumot. A követ egyetlen szót sem válaszolt, hanem nagy haraggal visszatért a királyhoz, és hírét vitte el kijelentéseknek, Simon hatalmának, és mindennek, amit látott. A király áldász haragra gerjedt. Közben Trifon hajóra szállt, és Ortoziába menekült. Ezért a király megtette Kendebeuszt a partvidék fővezérévé, gyalogos csapatokat és lovasokat adott neki, aztán megparancsolta, hogy hadba szálljon Júda ellen. Utasította, hogy építse újjá Kedront erősítse meg a kapukat, és a népet szorongassa. A király maga Trifont vette üldözőbe. Kendebeusz Jamniába érkezett, és Júdára ismételten rajta ütve kezdte a népet nyugtalanítani, az embereket elhurcolni és mészárolni. Azután újjáépítve Kedront lovasságot és gyalogos csapatokat helyezett oda, hogy ki kitörve tartsák szemmel Júda útjait, amint a király parancsolta. 16. fejezet Akkor Gézerből visszatért János és jelentette a atyának, mit tett Kendebeusz. Simon magához hívatta két legidősebb fiát, Júdást és Jánost, és így szólt hozzájuk. Magam is, testvéreim is, atyám egész háza, kora ifjúságunktól, mind a mai napig harcoltunk Izrael ellenségei ellen. Küzdelmeink oly eredményesek voltak, hogy Izrael ismételten szabad lett, de már megöregedtem. Ilyenben az ég jó voltából. Olyan korban vagytok, amikor az ember tud cselekedni. Léphetek hát az én és a testvéreim helyébe. Vonuljatok ki és harcoljatok népünkért. Segítsen benneteket az ég. Aztán kiválasztott az országból húsz húszezer gyalogost és lovast. Kivonultak Kendebeusz ellen, és modinban töltötték az éjszakát. Kora reggel útnak indultak és a síkságra vonultak és lám hatalmas sereg állt velük szemben, gyalogos csapatok és lovasok. Egy patak volt közöttük. János velük szemben táborozott embereivel. Mivel látta, hogy a nép fél átkelni a patakon, maga kelt át elsőnek. Ezt látva a katonák is utána mentek. Ezután ketté osztotta a seregét, és a lovasságot a gyalogosok közé állította, mert az ellenség lovassága nagyon erős volt. Megfújták a kürtöket, és legyőzték Kendebeuszt és seregét. Sokan megsebesültek és elestek közülük, a többiek az erődbe menekültek. János testvére Júdás is megsebesült. János azonban üldözőbe vette őket egészen addig, amíg az általa megerősített kedromba nem ért. A többiek az Asdod vidékén lévő bástyákba menekültek. Felgyújtotta a várost, mint egy kétezer férfi elesett közülük, ő maga épségben visszatért Júdába. Akkoriban Abubusz fia Tolemaus volt Jerikó síkságának a parancsnoka. Sok ezüstje is aranya volt, hiszen ő volt a főpapnak a veje. Szíve Göggel gőggel is azt tervezte, hogy az ország urává lesz. Simon és fiai ellen cselhez folyamodott, így akarta eltenni őket lábalól. Simonnak ugyanis szokása volt, hogy bejárja az ország városait és ellenőrizze, hogyan intézik ügyeiket. Így a 177. esztendőt 11. hónapjában, azaz Sebat hónapjában, fiaival, Mattatiással és Júdással Jerikóba érkezett. A Dok nevű kis erődbe, amelyet ő épített. Abubusz fia fogadást rendezett neki. Alkalmat teremtett az ivásra, közben azonban embereket rejtett el ott. Amikor Simon és fiai ittasak lettek, Ptolemausz és emberei fölkeltek, fegyverhez nyúltak, behatoltak Simonhoz az ebédlőterembe, és megölték két fiával és kísérete néhány tagjával egyetemben. Így szégyenletes hűtlenséget követett el. Rosszal viszonozta a jót. Ptolemausz levélben értesítette a dologról a királyt, és követséget küldött hozzá, hogy küldjön neki csapatokat, segítségül és engedje át neki a városokat és a tartományt más embereket Gézerbe küldött azzal, hogy jöjjék meg Jánost a parancsnokoknak, meg azt írta, keressék fel, s aranyat, ezüstöt és más ajándékokat ad nekik. Ismét más embereket pedig azért küldött, hogy foglalják el Jeruzsálemet és a templomdombot. De valaki előre sietett és jelentette Gézerben Jánosnak, hogy atyát és testvéreit megölték. Már útnak indította embereit, hogy téged is öljenek meg. Erre a hírre nagyon megrémült. Elfogadta az embereket, akik azért mentek, hogy megöljék és kivégeztette őket, mert tudta, hogy a vesztére törnek. János történetének többi részét, háborúit és véghezvit hős tetteit, a falak újjáépítését és egyéb tetteit mind följegyezték főpapság a könyvébe, attól az időtől fogva, hogy atya helyett ő lett a főpap. Remélem hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat. Shalom és halleluja!